Híres nevezetes tiszai partfürdő májustól szeptemberig a szegedi ős és a vendégek nagy játszótere. Bár Szegedet a történelem vihara gyakran megtépázta, polgárai példaértékű hozzáállása miatt mindig képes volt felállni és tovább lépni. Mert a legjobb hal a bor, abban nincsen szálka, mondják Szegedében. Szegeden nincs már boszorkány. 5. 28. viszont van. Szavaztok, hello. Hello. Itt mindenkinek. Itt a Gedzó. Meg a Kovácsom Norbert, nevezett férfi. És mai Szeged Podcast, többféle témával készültünk természetesen. Ma is lesz mobil applikáció, lesz Pix Szeged, lesz bullizási, lesz minden lesz. Minden lesz. Hát ja, rámegyünk a szórakozó helyekre keményen. De előtt, Norbert ötlete volt, mert már nagyon inna, de most neki nem lehet. Azért már Gedzó már elment. Hát, elmentem már inni. Én már megnéztem ezeket a helyeket, természetesen szigorúan csak szakmailag. Így van, így van. Hát így nem van. Tudom, hogy én milyen szakmailag vagyok, úgy, hogy lehet. Alkohol szakmailag. Nem, olyan nincsen. Az nem létezik. Azt nem találták ki. No, hát szóval a mobil applikációk. Kezdjük azzal, igen. Bemutattak itt néhány nappal ezelőtt kettő, egész pontosan, két olyan mobil applikációt, amit a város fejlesztett, vagy hát nyilván nem úgy a város, hogy ott a városházán ültek, és akkor a polgármester, meg az alpolgármester fejlesztett. Nem így történt, hanem hát nyilván a város felkért megfelelő ehhez értő embereket, akik lefejlesztettek két olyan, vagy hát fejlesztettek két olyan applikációt, ami nagy mértékben megkönnyítheti majd az életünket. Nem vásárol be helyettünk, vagy ilyesmi, de mondjuk például bejelenthetünk hibákat, amit így a városi élet során tapasztalunk. Már látom, hogy így küldik be, hogy a Kovácsom Norbit nem akarjuk többet hallani. Azt például be lehet rajta lent? Tud, az egyéb rovatban majd, azt tudti biztos. És aztán van egy olyan, amin pedig menetrendi app lényegében. Androidra és iOS-re természetesen Greenformers Help és Greenformers Go, ez a kettőnek a neve. No, hát ha valaki az utóbbi kettő mondatot nem értett egy büdös szót se, akkor az a Norbi hibája. Ez így van. És arra gondol, és egyebek. Appok és Greenformers, az nem olyan, mint a Transformers. Felhívjuk Nagy Sándor appolgármestert, mert hogy ő ezekhez amúgy ért. Már hogy olyan értelemben, sokkal jobban, mondani, sokkal jobban el tudja mondani, mint én. És megmondja majd, hogy miért van erre szükség, hogy találták ki, és amúgy lesznek még egyebek is, tehát hogy egyéb ilyen applikációk. Nem tudom, mi lesz közte, nem valószínű pasziánsz, hanem mondjuk egyéb hasonló ilyen olyan, ami segíti az életünket. Ja. Of course, na hát akkor hívjuk a hatóvermester urat. Úgyhogy hogy telefonálunk. Rajta vagyok én már rajta rendszere? Vagy, rajta vagy, világít, jó. Most takarít, szalmát szed, mindent csinál már rendszer. Jó. A fejem is világít akkor. Nagyon szép munka. Gyönyörű. Alpolgármester úr már várja, hogy hívjuk. Nagyon jó. Minden össze, és ki is csöngünk. Hát tökéletes, hibátlan. Igen, Nagy Sándor. Á, üdvözlet, Gedzó, meg Kovácsom Norbert. Hello. Szép napot, hello. Na hát elmondtuk a hallgatóknak, hogy Greenformers Help és Greenformers Go. Hogy ez a két applikáció, amit bemutattatok a hét közepén Szegeden, és hogy ezt a város fejlesztette, vagy hát fejlesztette nyilván másokkal. Mi szükség volt erre, vagy honnan jött az ötlet? Ugye van egy projekt, aminek ez a része, ha jól tudom, és lesznek még egyebek is. Szóval mit kell erről tudni? Hát annyit kell róla tudni, hogy van valóban egy nemzetközi projektünk, amiben elsősorban nagy munkaadókkal működünk együtt abban, hogy a dolgozóik fenntartatóan tudjanak közlekedni, és a munkaadó tudjon segíteni a dolgozónak is, tehát például a biciklitároló legyen a munkahelyen, vagy mondjuk jegyárusító automata legyen a munkahelyen, illetve fejlesztünk a fenntartható közlekedést támogató applikációkat, illetve méréseket végzünk arról, hogy milyen módon közlekednek a szegediek, ehhez szenzorokat fejlesztünk. Körülbelül ezek a tevékenységek vannak a projektben, ez a SASMOB projekt betűszóval elnevezve, és ebben merült föl az, hogy milyen applikációkra lenne szükség, és hát az egyik nagyon evidens, hogy az önkormányzatnak jelenleg is van zöld száma, jelenleg is van az infokukac@szegedvaros.hu, ahova tulajdonképpen bármilyen ügyes-bajos problémával lehet fordulni, akár például azzal, hogy valamilyen közlekedési anomáliát tapasztal valaki, és hát akkor, amikor mindenkinek a zsebében ott van az okos telefon,
akkor adja magát azt, hogy legyen egy olyan szegedi applikáció, ahol le lehet fényképezni a problémán, meg lehet adni a GPS koordinátáját, azt nyilván a telefon meg tudja állapítani, és ezt be lehet küldeni az önkormányzatnak, és egyébként ehhez nem kell semmilyen személyes adatot sem megadni első körbe, hogyha valaki ezt nem akarja. Nyilván opcionálisan meg lehet adni az e-mail címet, hogyha választ is vár. Ez a jelzés, ez gyakorlatilag egy e-mailben érkezik meg az önkormányzathoz, és az önkormányzatnál nyilván van annak felelőse, hogy oda továbbítsa, ahol tudnak is valamit intézkedni az adott probléma kapcsán. Vannak, bocsánat, ennek különböző ilyen területei, amiben be lehet hibákat jelenteni, ugye közlekedéssel kapcsolatos, akkor úthálózattal, egyebek, és van egy olyan, hogy egyéb. És beszélgettük itt a Gedzóval még adás előtt is, hogy vajon mi fér bele az egyébbe? Tehát ami nem lett nevesítve, de még belefér, és van értelme elküldeni. Norbi hangját ne hallja senki, én arra tippeltem. Igen, lehet, hogy beküldjük több. Igen, ezt is átfog, tehát ez is valószínűleg egy ügyintéző, és hogyha megadja az illetékes a e-mail címét, akkor sajnos vissza fogunk neki jelezni, hogy illetékesség hiányában nem tudunk ebben az ügyben semmit sem intézni. Nyilván bármilyen az önkormányzat hatáskörébe tartozó dologról lehet itt szó. A leggyakoribb ügytípusokat válogattuk ki az elejére, ezen nyilván volt egy ilyen belső egyeztetés, ha úgy tetszik vita, hogy mit érdemes így külön kiemelni, de ami mindig lehet olyan, ami nem fér bele, nem tudjuk, hogy az élet mit hoz, és lehet, hogy a ügyfél olyan problémát akar felvetni, amire mi nem gondoltunk, és mégis az önkormányzat hatáskörébe tartozik, tehát én úgy gondolom, hogy kell legyen egy ilyen egyéb. Most bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy aztán lehet, hogy nem fogunk tudni segíteni, mint ahogy mondjuk a fogadó órán bejön hozzám egy polgára választókerületemből, őnek is tudok mindig segíteni, van, hogy azt kell mondjam, hogy ez sajnos nem a mi hatáskörünkbe tartozó dolog. Tehát akkor gyakorlatilag mindenki át lesz irányítva, hogy mondjuk valaki azon hőbörök, hogy mondjuk mit tudom én, túl sok szemét van egy kukába, és azt nem vitték, ezt lefényképezi, az nyilván effektív a kóda kerül a KHT-hoz, és akkor ott ők majd azt intézik, hogy onnantól kezdve az mi a... Így van. Aha. Körülbelül így néz ki a dolog, hogyha nem jött a busz, akkor jelezzük, illetve hát ugye lefotózhatjuk a busz ült helyét, üres busz megállt. Nincs itt a busz, azt is lehet jelenteni, és óra perc, másodperccel megkapjuk, hogy mikor nem volt itt a busz, nyilván akkor ezt a, egyébként is gyűjtjük minden hónapban a késéseket, kimaradásokat, és akkor ezt jelezzük a szolgáltatónak. És hogyha esetleg mondjuk akkor nem volt ott a busz, amikor nem is kellett volna ott lenni, akkor kap egy e-mailt esetleg az illető, aki beküldte, hogy akkor nem is kellett volna ott lenni a busznak, gondolom. Vagy tehát, hogy... Igen, nyilván ez az eset is lehetséges. Aha. Attól nem kell tartani, vagy nem tartottatok, amikor ezt kitaláltátok, hogy esetleg ez így felébreszti ezt a nem is annyira mélyen szúnyadó házmester szellemet az emberekben, vagy lelkületet, és akkor mindenki mindent jelenteni fog, és amit nem tudom, bemegy a boltba, és nincs elég felvágott, vagy bármi, ami ezt tényleg semmi közöttök nincsen, tehát nem féltek attól, hogy elárasztanak majd benneteket olyanokkal, indokolatlanokkal, igen, ami nem a hatáskörötökbe tartozik? Azt gondolom, amikor egy ilyen új szolgáltatás megjelenik, akkor mindig van olyan, hogy mondjam, olyan használat, ami nem indokolt. Tehát amikor a zöld számot bevezettük, vagy amikor az infókukat Szegedvárosú, mint e-mail címet bevezettük, mint ilyen általános ügyintézési csatornát, akkor is volt olyan hívás, meg hát ha nincs ilyen csatorna, akkor is van olyan megkeresés, amiben nem tudunk intézkedni. Nyilván egy idő után az emberek megszokják azt, hogy egy ilyen eszköz mire használható, és akkor azt szerint fogják használni. Minden ilyen új eszköz bevezetésekor van, hogy úgy mondjam, téves használat, ez benne van a történetben, de ettől még úgy gondolom, hogy ez lehet egy
hosszú távon sikeres szolgáltatás. Mitől válik sikeressé? Tehát mi az a, mondjuk vannak számok, amiket belőttetek, hogy mi az, aminél azt mondjátok, hogy sikeres? Most nyilván álkérdés lenne a feltenni azt a kérdést, hogy le lehet-e már tölteni, hiszen a szeged.hu 2 napja kín van a cikkemben, már benne vannak a linkek, hogy honnan lehet letölteni. Tehát ezt tudjuk, de mondjuk meghatároztatok, hogy ha az első hónapban letöltik 1500-an, az már jó. Hogyha ebből legalább, nem tudom, 100 hibát bejelentenek, az már még jobb. És akkor egy év múlva, vagy nem tudom, akkor hánynak kelleni, vagy valami egészen más alapján méritek a sikerességet? Nem, ebbe ilyen nincs. Én úgy gondolom, hogy az a sikeresség kritérium, hogyha folyamatosan van valamennyi visszajelzés, vagy jelzés a polgárok részéről, és mondjuk, hogyha e-mailt kell küldeni, akár mobiltelefonról is meg lehet nyilván tenni, csak körülményesebb ez a képet csatolok, beírom az önkormányzat e-mail címét, stb. Hogyha most adtunk egy kényelmesebb módszert, és ezután a hagyományos e-mailes bejelentés helyett majd ezen az appon keresztül jön, én úgy gondolom, hogy az már egy siker, hiszen akkor könnyebbé tettem a szegedi polgárnak azt, hogy valamit jelezzen az önkormányzat felé. Képpel lehet csak üzenni, vagy lehet videót is készíteni, vagy lehet ezek nélkül csak szöveget küldeni. Írsz egy levelet és lefényképezed. Igen, igen, kézzel írok egy levelet és lefényképezem. Ez is egy megoldás egyébként. Videót nem lehet, 4 képet lehet csatolni, és természetesen kép nélkül is lehet csak szöveggel bejelentést tenni. Uh-huh. Én azt gondolnám, hogy én mondjuk én már 40 elmúltam, de én használok ilyen appokat, mindenféle dolgot. Ez nem lehetséges, hogy az ikorosztályba belőve, hogy csak a fiatalokat célozza meg ez a dolog? Vagy mondjuk egy idősebb réteg, aki hát, talán én nem figyel? Tudom. Nem tudom. Ez ennyire mélyen nem vizsgáltuk azt, hogy most szegmentálni kellene-e valamilyen módon a potenciális felhasználókat. Uh-huh. Azt gondolom, hogy mindenki számára elérhető, akkor elvileg mindenki használni fogja. Tudjuk, hogy az idősebbek körében kevesebben használnak okostelefon, akkor valószínűleg az idősebbek közül fajlagosan kevesebben fognak ilyen jelzést adni. Ugyanakkor meg mondjuk a fogadórai tapasztalatom nekem az, hogy a középgeneráció vagy az idősebbek gyakrabban jönnek el önkormányzati ügyben valamilyen jelzést adni vagy panaszt tenni. A fiatalok azok kevésbé aktívak ebben a témában is, úgyhogy lehet, hogy ez éppen ki fogja egyensúlyozni a dolgokat. Igen, lehet, hogy ők csak hőbörögnek, csak nem jelzik. Igen. Azt, vagy kiírják a Facebookra. De most már van egy csatornája. Vagy hát nem is a Facebookra, mert a fiatalok hova, azok már nem is tudom, hova írják. TikTokra írják ki, vagy a Snapchatre, igen. Na szóval, hogy ez a Greenformers Help nyilván adja magát. És akkor van a Greenformers Go, ami pedig egy menetrendi app, ha jól tudom. Így van. Azt a nagyon egyszerű dolgot szerettük volna megcsinálni, hogy ugye még a villamos nagy projektben a városban elég sok helyen, a nagyforgalmú helyeken ugye ilyen LED táblák kerültek kihelyezésre, ami a megállókban átsorgók számára mutatja azt, hogy a menetrend szerint mikor jön a következő busz egy-egy adott járatszámú buszból, illetve a nagyobb részt az SKT-s járműveknél ugye dinamikus tájékoztatás is van, tehát hogyha késik a busz, akkor később időpontot mutat érkezésre a tábla. Ez az információ, hogy mikor jön a busz, ez minden megállóra megvan a szerveren, de ugye nem minden megállóban van ilyen LED tábla a kihelyezve. Következésképp ez adta magát a lehetőség, hogy ha a mobiltelefonon meg tudjuk jeleníteni ezt az információt, akkor az utasok számára tudunk egy plusz szolgáltatást adni, és úgy gondolom, hogy ugye vannak már menetrendi tájékoztató applikációk, amik inkább az utazás tervező jellegűek, hogy úgy mondjam, tehát nem is biztos tudom, hogy melyik busszal akarok menni, de tervezzen meg nekem egy útvonalat, de ehhez képest egy más típusú szolgáltatás az, amikor én valójában tudom, hogy melyik busszal akarok menni, viszont mondjuk a Széchenyi tér, vagy mondjuk egy újszegedi Torontál téri megálló és mondjuk a Mars tér között több járat is közlekedik, és akkor egy ilyen megállóhelyi utastájékoztató applikációba
nem kell minden járatnak megnézni azt, hogy mikor jön a következő busz, hanem egyszerűen a kvázi menetrendi táblát nézem meg a mobiltelefonon, és én már tudom, hogy a 60-assal, a 67-essel, a 72-essel, 71-essel, 70-essel is el tudok menni a Marstérre Újszegedről, és akkor, ami ezek közül először jön, nyilván akkor fel tudok rá szállni, illetve hát nyilván, főleg akkor, amikor hétvégén egy kicsit ritkábban járnak a járművek, akkor van időm eldönteni, hogy még beugrok a zöldségeshez, vagy már arra nincs időm. Tehát ez egy alapvetően a rendszer, a közlekedést, közösségi közlekedést gyakran használók számára szeretne egy, amikor csak lehet, dinamikus utastájékoztatást nyújtani. Én úgy képzelem, hogy ennek a sikeressége az konkrétan így meg fog jelenni a hétköznapjainkban. Én 20 éve remekül szórakozok azon, hogy bizonyos olyan szegedi buszmegállókban, ami ilyen hosszú utak mentén van, mondjuk például a Makkosházi körút, Rókusi körúton, ott például a 90-es buszt azt szokták úgy várni az emberek, hogy így folyamatosan kitekintgetnek, és nézik, hogy jön-e, hogy jön-e. És ott állnak, és jön-e. És egyrészt azon szoktam magamban nevetni, hogy valójában nem jön hamarabb, hiába nézik. De ami ennél is érdekesebb, hogy ugye hát nézik azt, meg esetleg nézik a táblát, meg, vagy valamit, de hogy majd akkor szerintem az lesz az igazán sikernek, az mutatja majd meg a jól a sikert, amikor majd az lesz, hogy az emberek már nem oldalra fognak nézni, hanem a tenyerükbe megállás nélkül is nézik, hogy jön-e, hogy jön-e. Mert akkor ezek szerint, ha jól értem, akkor ezen lényegében real time-ban, tehát hogy valós időben láthatjuk azt, hogy hol jár a busz, vagy hogy mikor fog odaérni. Zsenyális megfigyeléseid vannak. Igen, tehát ugye jelenleg a úgynevezett dinamikus utastájékoztatás az részlegesen működik, az SKT járműveknek a nagy részén mindig tudjuk azt, hogy pontosan hány perc múlva érkezik, a volános járművekről nem mindig jön át ez az információ, tehát ott a menetrendi adatot fogja mutatni a tábla, vagy a mobiltelefon, de valóban az lenne a cél, hogy tényleg mondjuk egy megállóhoz közel lakva, egy 90-es megállójához közel lakva, egy hétvégén, amikor már annyira nem sűrűn jár a 90-es, akkor az egy optimalizálás, hogy még tényleg meg tudok inni egy kávét, és utána kell csak elinduljak a buszhoz, és nem a busz megállóban nyújtogatom ugye a nyakamat körülbelül. Ezt a lehetőséget adja meg ez az applikáció. És gondolom akkor ez turistáknak is egy kifejezetten hasznos dolog lehet, hiszen gondolom, aki aktívan tömegközlekedik Szegeden, az már elég rutinos, elég tapasztalt. Például pontosan tudja azt, hogy hétvégén mondjuk a 90-es hiába ér mondjuk a Vértóhoz oda 20 perc alatt, neki már 15-re kint kell lennie, mert olyankor gyorsabban odaér. De mondjuk ezt egy turista nem valószínű, hogy tudja, és gondolom neki például a tervező, vagy nekik a tervező funkció is egy kifejezetten hasznos, mert ha mondjuk esetleg a Marstérről szeretnének eljutni a Fűvészkertbe, akkor nem kell össze-vissza kérdezgetniük, meg ott mindenféle táblákat nézegetniük, hanem ebben lényegében az applikáció megtervezi nekik ezt a dolgot, jól értem. Nem. Tehát erre mondtam azt, hogy több olyan applikáció is van, ami az utazás tervezést szolgálja. Tehát ugye Szegeden elérhető egy szegedi menetrendelő applikáció, ami egy külsős fejlesztés, de a Google Maps-en is fönn van a szegedi menetrend. Ugyanakkor ezek valóban azt a funkciót szolgálják, hogy állok valahol, nem tudom pontosan, hogy milyen járatok járnak arra, és az első lehető alkalommal el szeretnék utazni, és erre javasol nekem egy útvonalat, hogy milyen járművekre szálljak fel. Ez gyakorlatilag, ami most az applikációba kifejlesztésre került, az a megállóhelyi tájékoztatás. Aha. Tehát állok a megállóba, vagy le szeretnék majd menni a megállóba következő buszhoz, és mikor fog jönni a következő busz. Hát mondjuk, ki teljesen, mondom, fél, mondjuk ki teljesen félértettem a dolgot, de jó, nem, tehát, de értem. De azért, hogy tisztázzuk, mert persze, ugye ez két különböző típusú felhasználás, és ugye olyat fejleszteni nyilván nincs teteje, amit már más megcsinált, és egyébként működik, és nekünk csak adatot kell hozzá szolgáltatni. És ugye akkor ez viszont kifejezetten a városlakóknak hasznos. Így van. Uh-huh. Tehát ez kifejezetten annak jó, aki gyakran használja a közlekedést, még esetleg mondjuk abban a megállóban ismeri is a járatokat, most akkor privatizálok egyet,
én meg mondjuk Szőregen szoktam felszállni, itt rögtön a szőregi Makai úton mindjárt négyféle busz is jár, és mindegyikkel tök ugyanúgy be tudok jutni a városba, de van 60-67-67-y, attól függően ugye, hogy a vége hol van a járatnak, és nyilván én tudom, hogy mindegyikkel el tudok jutni a Széchenyi vagy a Mastérre, viszont valójában nekem mindegy, hogy melyikkel. Úgyhogy nekem a megállóhelyi információra van szükségem, hogy a kedvenc megállómba éppen melyik fog leghamarabb jönni, és akkor ezt megnézem, hogy a Barázda utcai megállóba most a 67Y jön 3 perc múlva, hát oda már nem érek ki, viszont elérem a következő buszt, és még tudok inni egy kávét. Tehát most körülbelül ezt a kényelmet nyújtja, ha úgy tetszik egy ilyen applikáció. És akkor innen üzenjük mindenkinek, hogy ne csak a Facebookot töltsék le az okostelefonjukra, és azt nyomkodják, még várják a buszt, hanem hogy lehet, hogy ez így... Hanem ezeket... ez egy kicsit megkenyíti az életet. Igen, ez is hasznos. Sőt, hát hogyha ezt jól használja valaki, akkor valójában nem kell várni a buszt. Hát időspórol. Tehát, hogy időspórol, mert lényegében akkorra tudok lemenni, amikor jönni fog, és nem kell ott a busz megállóba tényleg azzal foglalkozzak, hogy megnézem még a, nem tudom, a Facebookon még két citás videót, mert hogy nem jön a busz. Így van. Tehát ez lenne a logikája a dolognak. Ez is egyfajta kényelem, nyilván az ember idejével takarékoskodik, nyilván arról szól, hogy ne érezzük elveszettnek az időt, amit mondjuk a közösségi közlekedéssel töltünk. És akkor tervek szerint még készülnek további applikációk, ha jól tudom. Mik az elképzelések? Mi az, amit már esetleg el lehet árulni, hogy milyen irányba menne tovább ez a fejlesztés? Milyen további applikációk lehetnek még ebben a projektben? Van még valóban műben még több applikáció. Akkor talán egyet még előre vetítek. Tervezünk egy parkolás bolyongás csökkentő vagy mérséklő applikációt, ami nyilván tudni fogja azt, hogy hol milyen zónák vannak Szegeden, de szeretnénk azt felhasználni, hogy a közlekedési társaságnak vannak adatai arra vonatkozóan, hogy mennyire foglalt egy-egy napszakban egy-egy parkolási zóna, és ez alapján tudunk tanácsot adni, hogy mondjuk nem tudom én, délelőtt 10-kor a Feketeses utcában már nem érdemes bemenni parkolni, tehát hogyha valaki ebben a parkolás támogató applikációban indít egy parkolási funkciót, akkor mondjuk azt fogja neki tanácsolni az app, hogy most már Feketesesben ne gyere be, nem ajánl neki egy másik környéken lévő utcát, ami még esetleg nem annyira telített. Tehát egy ilyen applikációban is gondolkodunk. Nyilván az autós közlekedés az nem a legfenntarthatóbb közlekedési forma, de ugyanakkor mégiscsak ezzel lehetne csökkenteni egy kicsit a környezeti terhelését, meg hát nyilván a városi polgárnak egy kis időt megtakarítani, hogy kevesebbet bolyong. Nyilván akkor, ha jól értem, ez az applikáció nem, azért még ott nem tartunk, hogy annyira fejlett legyen, hogy mondjuk megmutassa azt, hogy a Feketeses utca melyik parkoló helyén áll autó, és hát melyiken, és melyik nem, melyiken nem, tehát ugye, nyilván. Van, de ez talán nem is, nyilván... nem is, talán ez nem is egyébként annyira releváns információ vezetés közben, hogy akkor most ebben van, ebben nincs, ebben van, hanem azt tudjuk meg, hogy akkor abban az utcában már fölöslegesbe mennünk, mert ott már semmi nincsen, vagy esetleg egy, de azt meg talán meg se találjuk, vagy már mire odaérünk, beáll a másik. És akkor meg azt viszont megmutatja, hogy ellenben nem tudom, a Hajnóci utcában viszont még van hely. És akkor körülbelül ez lenne a logikája az applikációnak. Nyilván vannak már rendszerek, amik akár parkolóhely szintig tudják követni azt, hogy ott éppen áll vagy nem áll jármű, de azért ezek, legyünk őszinték, elég drágák. Tehát azért ezeknek a kiépítése, akár kamerás rendszerről, akár ilyen aszfaltba épített szenzorról beszélünk, azért ez egy elég jelentős tétel. És úgy, ahogy mondjátok, nyilván nem az a cél, mert egyébként lehet, hogy pont valaki már elfoglalja, mire én odaérek. Az a cél, hogy egy általános képet tudjunk adni arról, hogy ott már nem érdemes keresni, ott még érdemes. Ez az egyik applikáció, amit most elmondtál. Említetted, hogy többet nem nagyon szeretném mondani, de mennyit terveztek még? Még 2-3 jöhet? Vagy, hát vagy... még egy 2-3 applikáció jöhet. Ugye ebben a projektben fejlesztünk munkahelyi applikációkat is, tehát ott is
lesz olyan, amiben például szeretnénk támogatni azt, hogy dolgozók együtt tudjanak menni, tehát ezt a bizonyos carpool funkciót, tehát hogy többen egy autóval, mert ez akár a, hát nyilván fenntarthatósági szempontból is egy szerencsés dolog lenne, illetve hát az adott munkahelynél a parkolási gondokat is említeni, és hát összességében nyilván valamilyen pénzmegtakarítást is jelentene azoknak, akik ebben részt vesznek. Ez is egy olyan dolog, amit lehet nyilván egy applikációval támogatni egy nagyobb munkahelyen, hogy összejöjjenek ezek a kártyúzok. Hát ha már pénz, ezek a hétköznapi életet, a város életet megkönnyítő fejlesztések, ennek a projektnek az ilyen különböző vívmányai, mondjuk így, ezek mennyibe kerülnek a városnak? Kerül-e ez egyáltalán a városnak pénzbe, vagy mondjuk ez egy esetleg uniós támogatási formából valósul meg, kellett esetleg önrészbe tenni a városnak? Hogyan áll ez össze? Nyilván most nem pontos forintosított számokra gondolok, hanem hogy úgy nagyjából ez egy mekkora összegekről, hát, milyen arányokról beszélhetünk? Tehát ez konkrétan a városnak nem kerül maga ez az applikáció pénzbe, lényegében támogatásból volt finanszírozva, nem is mi kaptuk meg közvetlenül a pénzt, hanem ugye ezt a projektet egy konzorcium nyerte meg, és ennek egy szoftverfejlesztő cég is a tagja. A magának a pályázatnak az volt a feltétele, hogy 20% önrészt kell biztosítani, a szoftverfejlesztő cég az ezt is biztosította ez az applikációhoz. És így került kifejlesztésre ez a termék, ami nyilván Szegeden mi számunkra ingyenes lesz, mivel ebbe a projektbe jött létre. Nyilván, hogyha a céget máshol tudja, akár reklám alapon, akár bármilyen más alapon hasznosítani, akkor az nyilván az ő dolga. Nyilván magának a projektnek vannak egyéb részei, hogy az elején említettem, van szenzorfejlesztés, amivel szeretnénk a belvárosi hídon is figyelni a forgalmat, erről már ilyen kísérleti információk már kerültek, kikön publikáltunk, például a tavalyi lezárások kapcsán ugye a járvány, amikor kitört forgalmi adatokat, illetve járművekre is fognak fölkerülni szenzorok, tehát szeretnénk folyamatosan figyelni majd az utas számokat is. Ennek a beszerzése az folyamatban van. Ahogy említettem, voltak munkahelyi programok, ez több dolgot is jelentett, tehát nyilván azokkal a munkaadókkal, akikkel kialakult ez az együttműködés, ott készült egy kérdőíves felmérés a utazási szokásokról, és készült, vagy készülőfélben van egy úgynevezett mobilitási terv, amiben a szakemberek tanácsokat adnak, hogy hogy lehetne fenntartható irányba módosítani a munkába járási szokásokat az adott munkahelyen, és ennek kapcsán aztán történtek konkrét intézkedések is. Ugye korábban volt a sajtóban a Rókusi körúti távközlési torony mellett a kerékpártároló kihelyezés, de ugyanígy a belvárosban is, ugye a GTK-nál, illetve a polgármesteri hivatalnál voltak ilyenek, de ahogy említettem, jegyárusító automata is került ki helyszínekre. Úgyhogy többféle dolog valósult meg, és ez az egész nagy csomag, ez volt egyébként körülbelül 3 millió eurós projektnek a pályázati része. Tehát körülbelül annyi volt az egész projekt, és hát nyilván ennek vannak egyéb kommunikációs elemei, amiket szintén részben már láttatok, megvalósultak, és még ami jön is. Úgyhogy hát ez egy elég összetett, hosszú, több mint 3 éve tartó projekt. Hát akkor ebből mondjuk, amit talán a leghasznosabb leszűrni, hogy akik előszeretettel, mert sokan vannak, akik előszeretettel háborodnak, például olyanokon, hogy hábezzeg, ilyenekre van pénz, de a kártyuk nincsenek megcsinálva, azok teljesen tévúton járnak, ezek az applikációk például nem kerültek pénzbe a városnak, a kártyuk egy teljesen más történet, tehát ez összehasonlíthatatlan dolgok. Hát nem, másik zsebből fizettük, ebből a zsebből
valahonnan az applikációfejlesztés, mert sajnos kártyúra nem költhetünk. Így van. Így van. Okay. Okay, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad. Hát meg ki fogjuk próbálni ezeket az applikációkat. Ez a parkolást segítő applikáció, ez annyira tűnik ilyen hasznosnak, hogy itt, amikor megemlítetted, akkor Gedzomban nem leesett a székről örömébe, csak ezt így nem akarta így a mikrofonba. Főleg, hogy biciklivel járok mindenhova. De... Azért járő autóval is, és hát na, szóval... Néha nem egyszerűbb a városba parkolni. Hát persze, nyilván ugye most azért túl vagyunk egy nagy emberkísérleten, mi szerint működik a díjfizetés, mint forgalomszabályozó eszköz. A rövid válasz igen, csak ez egy drága kísérlet volt. Tehát azért most azt láttuk, hogy gyakorlatilag most a nap bármelyik szakában lehet mondjuk a Széchenyi téren parkolóért találni, ami egy héttel ezelőtt, ugye reggel fél 8-kor már nem volt lehetséges. Tehát ilyen értelemben nyilván a parkolás az mindig egy érzékeny kérdés lesz. Ugyanakkor meg az az érdekes helyzet állt elő, ugye, hogy pont ennek az applikációnak meg csúszik a fejlesztése, mert nem volt adatunk, mert ugye onnan van például adatunk, hát a parkolóórákból van adatunk, hogy egy-egy környéken mennyien parkolnak egy időszakban. De hát nem volt díjfizetés. Úgyhogy nem segítette a projekt előre haladását se az, hogy nem volt díjfizetés. No, hát nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtad nekünk. Nagy Sándor, alpolgármester, köszönjük szépen. Köszönöm szépen a hívást. További szép napot, kellemes étvégét. Hello. Sziasztok. Na kérdez, no, hát, azon gondolkodtam közben. Hogy már le is töltötted őket. Hát már nyilván, én már várom a 60-ast. Szóval, hogy lehet, hogy van, de én nem találtam közben, itt nézegettem, hogy van egy ilyen olyan oldal, ami összegyűjti az összes ilyen szegedi applikációt. Ja, ami minden, ami Szegeddel kapcsolatos. De ha most ezt valaki megcsinálja, minimum egy 10%-ot utaljon át, mert lehet, hogy tényleg, tehát, hogy lenne egy ilyen oldal, most láttam egy ilyen My Apps, vagy nem tudom, mi volt a neve, az úgy gyűjtöget, ide nem minden. De figyelj már, nem úgy van, hogy a Google Play-be beírod, hogy Szeged, akkor kidobja kb. Az összeset, ami Szegedhez kapcsolódik. Hát most ugye ennek a neve Green valami. Hát jó, de nem csak, gondolom nem csak a név alapján. Teszteljük. Gondolom nem csak a név alapján tudja ezt a dolgot. Ide. Hát nézd, próbáld most meg. Erre rá fogunk próbálni, miközben te fölkonferálod a következő vendéget. Sőt, még előtte azért ezt elmondom, hogy ha bárkinek esetleg felmerült volna, hogy mi milyen pernahajderek, meg tisztelek, Jézusom, ezt a szót nem is mondtam ki, szerintem 5 éve, vagy 50, az meg nem is vagyok annyi idős. Na szóval, hogy mennyire pofátlanok vagyunk, így is mondhatnám, hogy itt az alpolgármester urat mi itt tegezzük. Szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy a legutóbbi beszélgetésünk során, még amikor így egy próba folytán fölhívtuk őt, hogy akkor megbeszéljük a dolgot, akkor ő így azért bedobta, hogy a srácok, tegeződjünk már. Úgyhogy Nagy Sándor alpolgármester eléggé lazán és könnyedén veszi az ilyen dolgokat, úgyhogy ezért is tegeződtünk vele. Ez csak azért úgy szolgálti közleményként mondom el azoknak, akik esetleg ezen fölháborodnának és jó bekommentelnék. Nem tiszteletlenek vagyunk, hanem hát az alpolgármester úr ennyire szegedi közlekedés, ilyen taxitársaságok vannak, szegedi menetrend, ilyeneket találok én. Nyilván van ételkiszállításos applikáció, menetrend Szegedből találtam kettőt is, van itt egy ilyen tram map. Aha. Szóval akkor mondjuk beírtad, van egy MolPix Szeged app. Mert abban benne van Szeged. De akkor ezek szerint nem találja meg mondjuk ezt a... Green Farmers Tud Work. Nem tudom, az mi? Na mindegy. De akkor megtalálja. Lehet itt keresni, csak igen, tehát, hogy... Mert arra gondoltam, hogy egy ilyen oldal, amit te említesz, az kb. Abban merül neki, hogy összegyűjt egy oldalra, azt átirányít a megfelelő iOS felületre, vagy megfelelő Google tehát, Play igen, felületre. Igen, nem gondoltam ott mást. Vízóra állás bejelentése, olyat is találtam. Van egy MÁV, csak az kicsit késett. Na jó, mindegy, szóval itt egyébként így lehet találgatni, csak itt is beadott csomó olyan fölösleges applikációt, ami egyébként meg nem biztos, hogy hasznos. Na jó, mindegy. Hogyha valaki csinál ilyet, akkor legyen kedves, akkor... Ha már megemlítetted a MolPix Szegedet... A pénzt. Igen. Ha már megemlítetted a MolPix Szeged applikációt, amit ugyan még én nem töltöttem le... Van ilyen, nézd meg. Aha, de viszont arra egészen kíváncsi lennék, hogy mi a helyzet most így a MolPix Szegeddel, mert hogy jön a bajnoki döntő... Ami most két meccses. Így van, amiben ők ráadásul hát minden évben érdekeltek. És hát csak nem a Veszprémmel játsszák a döntőt. Nem, én azt hallottam, hogy most kivételesen... Báza keretjével. Így van. Na jó, telefonáljunk. A Veszprémmel játszák. De hogy egyébként amúgy, hát azért nekik az elmúlt időszak nem volt egy egyszerű. Mert hogy a koronavírus járvány, hát hogyha van sportegyesület, akiket kicsit így, hogy mondjam,
indokoltnál jobban, hogy mondjam, megszeretett a koronavírus, az ők voltak. Úgyhogy most fel is hívjuk Hánay Mátét, a MOLPIX Szeged kommunikációs igazgatóját, ha jól mondom, és ő már várja a hívásunkat, és akkor ezekről a dolgokról fogunk vele beszélgetni. Ez így lesz. Kicsöngés öreg, ez így lesz. Ez így lesz. Hú, izgulok. Hello. Hello. Hánay Máté, ha minden igaz. Hello, sziasztok. Hello. Hello. Gedzó és Kovácsem Norbert. Hello, hello. Jól mondtam én, hogy MOLPIX Szeged kommunikációs igazgató? Többek között, igen. Jó, többek között. Jól emlékeztem, akkor hú, megnyugodtam, mert már azt hittem, hogy valami teljes marhaságot mondtam, de akkor nem. No hát, azon túl, hogy ráeszméltünk, hogy van a MOLPIX Szegednek mobil applikációja, amit teljesen véletlenül most adás közben fedeztünk fel, amit szégyen szemre nem tudtunk. Inkább az, ami minket jobban érdekel, hogy jön itt a bajnoki döntő, ami ráadásul most két meccses, és hát hogy nem ismét a MOLPIX Szeged és a Veszprém játssza ezt egymással. Mi a helyzet ennek kapcsán? Hogyan készültök? Mennyire készültök egyáltalán? Lehet erre már így külön készülni? Vagy mi történik ilyenkor így a sérültek. Klub? Igen. Mi történik a klub házatáján? Meg hát ennek kapcsán talán a koronavírus járvány bár már leszálló ágban van, de azt hiszem, hogy a MOLPIX Szegedet annyira megszerette az elmúlt hónapokban ez, hogy talán még érdemes feltenni ezt a kérdést, hogy azzal, hogy álltok. Na, ez 80 kérdés volt. Kezd előről. Válogathat, és akkor mi hátradőlünk, és akkor hallgatunk. Jegyzeteltem. Kezdeném az elejével, mert ezt gyorsabban le tudom zárni. Nem véletlenül nem kommunikáljuk túlzottan jelenleg ezt az applikációt, de ha minden jól megy, akkor az idén ezen a téren is várható némi fejlődés a klubnál nagyon sok más területtel együtt. De ami ennél is sokkal fontosabb, az a jövő heti programunk. Hogy mi a helyzet nálunk, akkor azt tudom mondani, hogy tapintható a változás az eddigi időszakhoz képest, akár az irodában, akár az edzéseken, akár minden egyes beszélgetésben itt a házon belül. Természetesen most már az az időszak van, amikor 0-24-ben mindannyiunknak a jövő heti programunk és a jövő heti két mérkőzés teszi ki az idejét. Nagyon várjuk, tehát, hogy utoljára éppen azt hiszem a már említett koronavírus járvány kapcsán beszélgettünk. Így van. És akkor mondtuk azt, hogy bármi történik, a mi céljaink változatlanok, és szeretnénk azt, hogy tavasszal megmaradjon a lehetőségünk arra, hogy valami nagyon nagyot tegyünk le az asztalra. Sajnos ez a Bajnokok Ligájában és a Magyar Kupában nem sikerült, de itt a lehetőség, hogy meglegyen. És azt tudom nektek mondani, hogy tulajdonképpen minden adott ahhoz, hogy ez megtörténjen. Edd a csapat, készül a csapat, videózik a csapat, hangolódik a csapat, és közben egyébként attól függetlenül, hogy az egész idényünket befolyásoló eseményre készülünk, mindemellett ettől még megmaradt a jó hangulat, tehát hogy nincsen feszültség senkiben, várjuk az előttünk lévő nagy kihívást. Tulajdonképpen az egyetlen hosszú távú nagy sérültünket, a Lukasz Stepancsicsot leszámítva nincsen jelenleg olyan, aki ne lenne hadra fogható, akár az itthoni, akár az idegenbeli visszavágón. Úgyhogy jó előjelekkel várjuk a mérkőzést, és nagyon-nagyon várjuk. És nagyon várjuk azt, hogy végre ismét szurkolók előtt, és végre ismét esetleg egy tárház előtt tudjunk lejátszani egy mérkőzést, amire közel másfél éve nem volt példa Szegeden. Oké, az első itthon lesz, és aztán megyünk idegenbe, hogyha jól tudom, ugye? Így van, igen, június 2-án szerdán 19 órakor fogadjuk itt a Veszprémet, ez lesz az első mérkőzés, és a visszavágója pedig június 5-én szombaton 18 óra 30 perctől Veszprémben. És akkor itt mondtad azt, hogy már most telt házas nézőközönséges, ez, hogyha valaki ezt itt nem tudná, akkor gondolom oltásigazolvány, vagy mindenkivek ezt milyen kártya? Így van, világjegye. Így van, mi is ezzel megyünk, Corbin Dallas világjegy. Yes. Nekünk, mint ahogy mindenkinek az országos előírásoknak kell megfelelni, ez azt jelenti, hogy ezen a beltéri rendezvényen teltházat tudunk csinálni.
azzal a feltétellel, hogy kizárólag olyanok vehetnek részt szurkolóként a rendezvényen, akik oltási igazolással, vagy oltási igazolványjal rendelkeznek, illetve, bocsánat, védettségi igazolvány, ez a hivatalos megnevezése. Ennek mind a plastik kártyában manifesztálódott, mint pedig az elektronikus applikációs formáját természetesen elfogadjuk. Ebből nátok, azért, nátok is volt hőbörgés szurkoló részről, hogy ez milyen? Mint hogyha ezt egyébként ti hoztátok volna ezt a döntést. Hogy mindenhol mindenki hőbörg egy kicsit emiatt. Van, hogy igen, nem gondolom, hogy ez magyar, szegedi vagy magyar jellegzetesség lenne, de természetesen eljutott hozzánk is, hogy ez micsoda diszkriminatív megoldás. Erről a személyes véleményemet azt gondolom, hogy nem szeretném itt most kifejteni, mármint a hőbörgés részéről. Aha. Alapvetően ennyi történik, van egy előírás, aminek meg kell felelnünk, nincsen mérlegelési lehetőségünk. Csak így lehet látogatni ma Magyarországon beltéri rendezvényeket, vagy akár egy étterem belső részén ülni. Nincs kivétel, ehhez kell alkalmazkodnunk, de így is nagyon sok szeretettel, sőt, itt talán még több szeretettel várjuk a vendégeinket. Oké, és akkor ilyenkor azt történik, ugye azt mondtuk, hogy két meccses, tehát itthon játszunk egyet, meg ott egyet, és akkor a gólkülönbség, vagy hát a gólkülönbség fog majd dönteni elméletileg. Igen. Azt akartam csak, hogy igen, változott, tehát ugye néhány évvel ezelőttig ment ez a 3 győzelemig, 4 győzelemig és egyébig tartó lezárása a bajnokságnak minden évben. Ez most egy néhány éve már arra csökkent, hogy amikor vége van az alapszakasznak, tehát mindenki játszott mindenkivel, akkor egy oda-visszavágós párharcban dől el az alapszakasz első és második helyezettje között a bajnoki cím sorsa, és annyi előnye van ilyenkor az alapszakasz első helyen végző csapatnak, hogy a visszavágót játszhatja hazai pályán. Ez idén a Veszprém, tehát ezért játsszuk mi itthon az első mérkőzést, és megyünk idegenbe a visszavágóra, ami nem feltétlenül rossz, tehát hogy éppen a játékosokkal beszélgettünk erről, hogy azért attól függetlenül, hogy végleg minden majd a második mérkőzésen dől el, azért nagyon sok dolog eldől már az első mérkőzésen is, tehát az, hogy mi milyen előnnyel, vagy milyen hátránnyal megyünk majd a visszavágóra, azért itt tudunk a legtöbbet tenni, és nyilván ez nagyon-nagyon sokat jelent. Már csak azt is hozzátéve, hogy amikor utoljára bajnokok lettünk 2018-ban, akkor éppen ugyanígy dölt el a bajnoki cím sorsa, hogy Szegeden játszottuk az első meccset és a visszavágót Veszprémben, majd egy évre rá, amikor megnyertük az alapszakaszt, és a visszavágó volt itt, akkor sajnos nem jött össze, úgyhogy ezt akár nagyon jó előjelnek is vehetjük. Hozzátéve, hogy a Veszprémnek egy ugyanilyen párharc, vagy a Veszprém egy ugyanilyen párharc volt nemrégiben vesztesen jött ki, amikor Nantes-ban játszott a BL legjobb 8 csapata között a Final Four-ért idegenben, majd hazai pályán a visszavágót, és az sem jött össze nekik, úgyhogy reméljük, hogy ezt a sormintát tudjuk folytatni idén is. Hát figyelj, itthon nyerünk egy héttel, ott meg leigszelünk, ezzel én már teljesen kibékülök. Abszolút. Ugye, hogy... Gedzó elmondta a forgatókönyvet, csak ezt kell követni. Ennyi, ezt én meg is rakom a tipmixen, és akkor megvagyunk. És akkor mindenki jó jár. Na de akkor viszont mostantól nem lehet követni ezt a forgatókönyvet, mert akkor onnantól kezdve akkora bundagyanú lenne az egész. Akkor légy szíves, 8-an nyerjetek. Van egy ilyen kérdésem, ezt már egyébként mást is meg akartam kérdezni, csak sose jutott eszembe, hogy alapvetően mi van akkor, hogyha, mert ugye azt látjuk, én legalábbis nézek NBA-t, hogy ott, amikor mondjuk, hogyha esetleg bajnok esélyes valaki, mondjuk játsszák a nagy döntőt, tök teljesen mindegy ki, és akkor abban a pillanatban, hogy valaki bajnok lesz, már érkezik a merch, tehát már irgalmatlan sapkák, pólók, hogy bajnok lett a valaki. Ez ilyenkor hogy történik? Ilyenkor legyártatok valamit, ezt maximum kidobjátok? És minden év, amikor nem jön össze, akkor elégetitek. Vagy ez tényleg, ez ilyenkor hogy van? Vagy abban szomorkodtok? Nem lehet másképp csinálni, tehát ez így működik. Van némi mozgástér azért ebben a dologban, tehát hogy szerencsére vannak olyan partnereink, akiknek azt mondjuk, hogy vasárnap este 8-kor dől el, hogy bajnokok vagyunk, és mondjuk 10-re ér vissza a csapat, vagy éjfélre ér vissza a csapat Szegedre, addigra meg tudnak-e nyomni egy 100 darab pólót. Van ilyen is, de nyilván azok a pólók Veszprémben még nincsenek ott, tehát ahhoz, hogy Veszprémben ott legyenek ezek a pólók. Ezek nyilván olyan költségek, amiket nagyon boldogan vállal mindenki, akkor, hogyha összejön, és ha véletlenül nem jön össze, akkor sajnos ezt
ezt le kell írnunk, és le kell nyernünk ezt a költséget. Nincs mit föltalálni ebben a történetben. Tehát akkor van ott, hogyha ezt előre legyártod, és ezzel a költséggel te muszáj vagy számolni egyébként. Oké, én szurkolókra akartam még kérdezni, hogy ilyenkor ugye nyilván jön ide is majd veszprémi szurkoló valamennyi, illetve szegedi is megy majd Veszprémbe. Ez ilyenkor hogy zajlik? Az van, hogy mit tudom, amekkora a csarnok, annak a bizonyos százaléka, vagy per főre van ez leosztva, vagy hogy vannak a vendégszurkolós történet? A mi esetünk viszonylag speciális a sportban, illetve főleg a csarnokoknak az adottságai speciálisak, és mások, mint mondjuk a stadionoknak a kapacitása. Sajnos, hogy mindannyian tudjuk, az újszegedi sportcsarnoknak nem túl nagy önmagában. Ez azt jelenti, hogy 340 darab vendégszurkoló befogadására képes, és a díj pedig éppen az, hogy mi ezt a 340 darab vendégszurkolót engedjük be Szegeden, és ugyanennyi jegyet kapunk a Veszprém arénában is. Hát, teljesen fitett, hogy akkor oda-vissza ugyanannyi szurkoló jöhetett. Tök mindegy, mekkora a csarnok. Én még azért a merchandise dologra visszakanyarodnék, hogy azért sajnos az elmúlt években általában többször nyerte meg a Veszprém a bajnoki címet, mint a Szeged. Ellenben, amikor Szeged megnyeri, akkor meg mindig eszeveszett ünneplés van. A kérdés az, hogy ilyenkor akkor elkészült egy csomó póló, amit aztán tényleg mit csináltok velük? Tehát, hogy elégetitek? Vagy kidobjátok? Vagy nem tudom, ez az ilyen alvós pólója mindenkinek otthon? Vagy nem tudom, tehát mi történik ezekkel? Hát egyébként visszatérve, hogy az elmúlt évek hogy volt, a sor mint az úgy nézett ki, hogy 18-ban mi bajnokok voltunk, a Veszprém kupagyőztes, 19-ben a Veszprém bajnok volt, mi kupagyőztesek, idén a Veszprém kupagyőztes. Na, hát akkor meg eldőlt a dolog. Ez abszolút eldőlt, és annyi biztató jelet látok, tehát, hogy amikor utoljára bajnokok lettünk abban évben, az Újpest megnyerte a Magyar Kupát, ez idén is megtörtént, tehát hogy nagyon-nagyon sok jó jel van, úgyhogy én nagyon bátran nyomatom ezeket a pólókat. Nagyjából ez egyébként, tehát hogy nyilván ezeket a pólókat nem tudod eladni, de egyébként a sport szénában van egy ilyen nagyon pervers közeg, akik azt képzeljétek el, hogy ezeket a pólókat, vagy ilyen pólókat, ilyen totál extra áron, ilyen fű alatt, meg mindenféle árveréseken szerzik be. Úgyhogy van egyébként erre kereslet, csak nyilván azért az elég hülyén néz ki, hogyha ezt kirakod a saját honlapodra egy vesztes döntő másnapján, hogy amúgy csináltunk pólókat, nincs kedvet elvinni fél ára. Igen, nem bajnoki, sőt egy évvel később a nem bajnoki pólunk 40 ezer egy darab, tehát a gyűjtőknek, igen. Így van, de egyébként abszolút, tehát ezek ilyen gyűjtői daraboknak tekinthetőek. Én régebbieket itt nem találtam az irodában, amikor egy kicsit több, mint egy éve idejöttem, és nagyon remélem, hogy két hét múlva se fogok egy darabot találni. Most ez így lezajlik, ez a bajnoki döntő, az reméljük, hogy mifelénk billen a mérleg, és akkor innentől kezdve elméletileg ti majd már a következő szezont, vagy ott az edzéseket, vagy bármit, ti már az új csarnokba fogjátok azt elkövetni ott? Sajnos nem. A program most úgy néz ki, hogy ugye lejátszuk ezt a két mérkőzést, utána nagyon-nagyon remélem, hogy találkozunk a szurkolóinkkal a Városháza előtt. Majd hétfőn lezárjuk egy ilyen belső évzáróval, családi nappal, a játékosokkal ezt az idei évet. Majd kapnak némi szabadságot, és aztán július vége felé érkeznek. Sajnos az új aréna az valamikor novemberben várható, hogy elkészül. Ez azt jelenti, hogy addig mi sajnos ott sem edzeni, sem mérkőzést játszani nem fogunk tudni. Úgyhogy mindenféleképpen az újszegedi sportcsarnokban kezdjük meg a felkészülést, illetve nyilván a szokásos edzőtáborunkkal Szlovéniában, Roglában. És akkor lesz egy ilyen évközbeni váltás, hogy egyik meccset még itt játszátok, aztán a következőt már ott, vagy nem tudom, megvárjátok a téli szünetet, és akkor utána, vagy hogyan zajlik ez majd, ez az átállás? Többfajta forgatókönyvvel készülünk jelenleg. Ez ugye nem könnyíti meg a mi helyzetünket, az enyémet meg aztán főleg itt az irodában, mert a játékosnak azt mondani, hogy a Temesvári körútra vagy az Etelka sorra menjen edzeni, az nem egy olyan nagy váltás. Nekünk viszont a szezont valahogyan meg kell tervezni. Tehát ugye a nyár az nálunk alapvetően a szezon tervezéséről, jegyek, bérletek, szponzori felületek, egyebek rendezéséről szól. És ezt
ez gyakorlatilag szinte lehetetlen megtenni, úgyhogy nem tudod, hogy mikor, hol fogsz egyébként játszani. Az egyik forgatókönyv így emiatt az, amit te is mondtál, hogy egyszer csak kapunk egy információt, hogy akkor jövő héttől költözhetünk, és akkor onnantól kezdve ott játszuk a mérkőzéseinket. Nyilván ez egy csomó üzleti döntéssel jár előtte, hogy akkor árulunk-e bérleteket, vagy csak egy-egy mérkőzésre áruljuk a jegyeket, de ha árulunk bérleteket, hogy tudjuk úgy árulni, vagy nem tudjuk, hogy hány mérkőzést játszunk ott. Szezon bérletet biztos nem tudunk értékesíteni, mert nyilván az új szegedi sportcsarnok B-szektor 6. sorának 3. széke az nem pontosan ugyanaz lesz értékben, meg lelátószögben, mint a Pikkarén, az új Pikkarénának bármelyik része. Úgyhogy ilyet nem tudunk csinálni. Van egy másik forgatókönyv, ami pedig úgy néz neki, hogy úgy kezdjük el a szezon ősszel, hogy az összes mérkőzésünkre az új aréna elkészültéig pályaválasztói jog felcserélését kérjük. Ez azt jelenti, hogy ameddig nem készül el az új aréna, addig minden mérkőzésünket idegenben játszunk. Ami nyilván az őszünket tekintve nem túl előnyös, de ez ugye azt is jelenti, hogy minden mérkőzés visszavágóját viszont utána itt játszunk Szegeden. Tehát gyakorlatilag az azt jelenti, hogy utána viszont amikor készül az aréna, hónapokon keresztül kizárólag Szegeden játszunk. Az mondjuk a szurkolóknak az nem biztos, rossz, hogy annyira, igen. Nem biztos, hogy annyira, hogy mondjam, tetszene nem nekik tragédia. Valószínűleg, igen, nem tragédia. Lenne idejük hozzászokni, megszokni, megszeretni az új helyet. Na most, ha már így a jövő évről beszélünk, a BL szezon az hát az idei évben nyilván nem úgy sikerült, mint ahogy azt a Molpik Szeged kvalitásai egyébként indokolnák, nyilván a koronavírus járvány miatt. Ilyenkor mi a helyzet a jövőt illetően? Ti hogy álltok a következő évhez BL szempontból? Kell-e a játékosokat ilyenkor külön motiválni, vagy ilyenkor még sokkal éhesebbek, hogy így fogalmazzak, hogy akkor az előző szezon nem sikerült, akkor a következőt nagyon meg kell nyomni. Mi az, amivel ilyenkor lehet készülni, mivel lehet gondolkodni? Szerintem a Szeged már elérte azt a szintet, hogy itt most a csapatunkban nincs olyan játékos, akinek bármelyik mérkőzésen extra motivációról lenne szüksége. Nem lebecsülve senkit, de ugyanúgy igaz az egy Orosháza vagy Cegléd elleni mérkőzésen, mint mondjuk egy BL negyeddöntő visszavágó ilyen Kielben. Úgyhogy ilyen téren azt gondolom, hogy pszichésen egy nagyon erős csapatunk van. De nyilván azt hozzá kell tenni, hogy most éppen mindenki nagyon-nagyon éhes a sikerre a csapatnál. Tehát, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ezt a szezont akkor tudjuk helyre billenteni, hogyha ha most meg lesz a bajnoki cím. A jövő évet tekintve egy kicsit át fog alakulni a keretünk. Azt gondoljuk, hogy mentalitásban és tudásban, kézilabda tudásban is olyan játékosok érkeznek, akik méltóak a csapathoz, és akik méltóak azokhoz a célokhoz, amiket jövőre is ugyanúgy kitűzünk magunk elé. Ez a BL Final Four, ez a magyar bajnoki cím, illetve a magyar kupa győzelem. De nyilván majd elkezdenek összefogni nyáron az első edzések után. Nem gondolom, hogy ebből bármi gond lenne. Ha valamilyen szinten kihatással volt az elmúlt egy év arra, hogy ki milyen mentális állapotban van, akkor azt tudom mondani, hogy az abban, hogy most mindenki nagyon éhes, és mindenki nagyon harapná. Nagyon helyes. Nagyon, ez a jó hozzáállás. Így kell hozzáállni, és akkor nyilván ezt már csak tovább fokozhatja az, amikor majd a jövő héten megnyeritek a bajnoki címet. Ez pontosan így van. Nagyon jó. Mondom, hihetetted, hogy mindenki azzal a képpel kell és fekszik, most már nálunk legyen szó játékosról, edzésről, vagy bármelyik stábtagról, munkatársunkról, hogy az van előttünk, hogy szerdán teltházas az aréna, és az van előttünk, hogy vesztük át a kupát, és az van előttünk, hogy utána hogyan ünneplünk együtt a Széchenyi téren. Nem gondolhatunk másra, tehát hogy itt szó sincs kincstári optimizmusról, vagy nagyképűségről, egyszerűen arról, hogy ezt szeretnénk bevonzani, és semmi mást. Na, hát akkor ezek a gondolatok meg álmok váljanak valóra, meg vonzátok be, amit be kell, és hát akkor hát csak előre. Csak előre, így. Ezt lehet csak mondani, és akkor tényleg nagyon sok sikert kívánunk, és addig meg hát kellemes hétvégét és jó készülődést. Köszönjük szépen, hálaj Máté, hogy itt voltál. Szevasz, köszönjük. Hello. Fú, az mondjuk nem, elképzelésem sincs, hogy milyen idegállapotban lehet ilyenkor az ember, nem? Hát, hogy
Én még életemben nem játszottam semmilyen, ilyen döntőt, úgyhogy fogalmam. Mindig az van, hogy, általában az esetek 99%-ában a Veszprémben játssz a döntőt a Szeged, igen. És akkor az tök mindegy, hogy most ez két nyert meccsig, vagy három nyert meccsig, két meccses, egy meccses, tök mindegy, hogy akkor már mennyire tud idegesítő lennem? Uh-huh. Ez olyan, mintha, mit tudom én, állsz valahol a sorban, és mindig jön egy kisfiú, aki tarkon vág. Uh-huh. És így egy idő után már most ezt csak fölrúgnád, nem? Oké, csináltad, egyszer-kétszer tarkon verted, de most már igen. Az anyád szentségi, tehát hogy akkor most már oda. Meg hát tényleg az van, hogy Szeged nem annyira sajnos az elmúlt években olyan nagyon sokszor, mint a veszprémiek, nem tudta átélni a bajnoki címmel járó örömöt. Ez nyilvánvalóan semmit nem von le a csapatnak az érdemeiből úgy egyébként, meg hát nyilván szurkolók ettől nem szeretik kevésbé a Molpik Szegedet, de hát nyilván az eufória, ami például 18-ban is volt ebben a városban, ha jól emlékszem, 18-ban igen, amikor ráadásul a Szeged napja környékén, vagy talán pont aznap sikerült ezt megnyerni, tehát az valami egészen elképesztő volt. Ami ott a Dóm téren volt. Ja, és ilyenkor tényleg ilyenkor van az, amit közös barátunk Égető Máriónak szoktam azért mondani néha, amikor a sport dolgokat úgy egy kicsit kritizálja, hogy nem annyira sportos ember, mármint nem úgy, nem szereti a sportot nézni, hogy azért ennek is van közösségkovácsoló ereje, sőt, hát mekkora. Mert abban igaza van neki, hogy amikor szomorú vagy, akkor nem a kedvenc meccsedet nézed meg, hanem a kedvenc dalodat hallgatod meg, vagy mit tudom én, elolvasod a kedvenc könyvedet újra, de hogy azért, amikor nyer a csapat, a város csapata, és mondjuk ráadásul pont egy ilyen Szeged napja alkalmával, akkor azért az a közösségi élmény, ami ott van a téren. Olyan energia van ott, hogy... Igen, meg az a szegediek vagyunk érzés, az ott olyankor úgy lehet érezni. Egy idő után már szabad szemmel látják a Wi-Fit. Igen, mert sehol máshol. Tehát annak igenis megvan az ereje. Megvan az ereje, és megvan az a hatása, ami nagyon jót tesz egy közösségnek, és az egyes embereknek is. Úgyhogy erre is nagyon sok szükség van. Hát bízunk benne, hogy jövő héten szombaton, este 10 óra környékén, 11 már valahol a Széchenyi téren rengeteg minden pezsgő, bor, sör, minden fog folyni, mert jön haza a csapat, és meg kell ünnepelni azt, hogy bajnok a csapat. Hát bízunk ebben. Oké, ha már ünneplés és ivás. Oké, arról beszélgettünk, hogy itt már most ez két új hely, sőt három új hely is nyílt a környéken. A környéket ezt egy a Belvárosi híd, Szegedi híd. Hát áruljunk el egy ilyen kulisszatitkot, hogy ennek a podcastnek a rögzítése a Stefánia környékén történik. Elég közel, hát így mondhatjuk a D2-ben. Ez aki nem tudná, ez a Dózsa György utca 2, ezért D2. És hát ez innen még kilépünk, és lényegében elhaladunk a Hungi terasz mellett, és utána az egész Stefánia, gyönyörű szobrostól, mindenestől, most már felújítva, mindig elmegyünk a vár mellett, és mindig elbeszélgetünk a Gedzóval arról, hogy pár évvel ezelőtt még mekkora élet volt itt. Mert a szegedi éjszakai életnek, meg a szórakozási kultúrának volt egy időszaka, amikor ez az úgynevezett szegedi buli negyed, ez nagyon erőteljesen a Stefánia környékére koncentrálódott, pláne nyáron. És ez főleg abban jelent meg, hogy egészen a Roosevelt tértől föl a Hungiig, és hát mondhatnám azt, hogy a Novotelig, bár mindenhol lehetett, egy csomó hely volt, ahova lehetett menni szórakozni, rengeteg féleképpen. Kiülős terasz, étterem, ilyen bár, olyan bár, diszkó, kocsma, koncert, minden volt különböző helyeken. Aztán ez egy kicsit több óból kifolyólag visszaszorult, és most úgy tűnik, mintha ismételten, miután felújították a Stefániát, és ráadásul gyönyörű, ismételten, mintha kezdene ez beindulni. Egy-két új hely is megjelent, és ennek kapcsán gondoltuk a Gedzóval beszélgetni arról, hogy mi zajlik most így a Stefánia környékén, és lehet-e ez a nyár? Egy olyan nyár, amiben már megint ez lesz az új buli negyed. Szép volt. Köszönöm. Hát, szépen, felvezetett 6 percbe. Igen. És nyílt három új hely, az egyik egy ilyen régi új hely talán, ami a Lejtő volt, hiszen aztán onnan a felújított múzeum mellett azt el kellett pakolni onnan, így de van. Átköltöztek a Várkertbe. Így van, ami már évek óta nem volt, most igen, újra lesz. De ami meg teljesen új, ott is volt, azt hiszem, hogy a Roosevelt-éri Halászcsárdának volt egy kitelepülése ott. Így van, a híd alatt. De az most nem Roosevelt-éri Halászcsárda már, hanem Bárkának hívják. Föltettem a Gedzon a kérdést, hogy Bárka mi? Hogy Bárka sört terasz, vagy Bárka fröccs terasz, vagy Bárka kocsma, vagy Bárka... Fölhívjuk a tulajt most. Bárka bár. És most felhívjuk Bodó Attilát, és megkérdezzük tőle. Így van.
Reméljük. Már várja a hívásunkat egy ideje. Csak Norbi hosszasan vezetett vele. Imád. Norbi, imád 6 percben. Halló, halló. Hello. Meg Kovácsom Norbi. Szevasz, szevasz. Szia, szia. Hello. Na kérlek szépen. Az merült fel bennünk, hogy a bárka az mi? Bárka. Hogy bárka, fröccsterasz, ez nagyon nehéz szó. Bárka, sörkert, bárka, bár, vagy mi a bárka? Tehát, hogy ti minek nevezitek? Aha, ezzel sokat gondolkodtam, hogy mi illik a legjobban szállni, inkább a bár. Ez egy meleg konyhás vendéglátó egység, és igazából bár and grill talán, amire inkább. Aha, tehát bár, és akkor valójában akkor, most kénytelen vagyok elsütni ezt a borzalmas rossz poént, hogy az a bárnak akkor valójában a becézése a bárka. Úristen, ne, erre ne is ki, válaszolj. Kapcsold ki a mikrofonomat, én hazamegyek. Sziasztok. Jaj. Oké, ti most nyitottatok, és ahogy mondtad, ott nem csak italt, hanem ételt is lehet kapni. Igen. Tehát honnan indult az egész projekt? Tehát honnan indult, hogy ott megvolt az engedély, ki volt ez találva, hogy nézzen ki az egész, és akkor azt úgy valaki elfogadta valahol, vagy hogy történt az egész? Igen, hát Pajzón nyertünk meg, a városnak volt elvárás, hogy legyen melegkonyha, legyen nyilvános WC, meg volt egy alap, és arra mit tettük el többi igazából. Uh-huh. Tehát nyilván a város támasztott bizonyos elvárásokat a pályázatban, azoknak ti megfeleltetek, és még nyilván ezt még tovább is vittétek, tehát hozzátettetek még az elvárások mellé dolgokat. Így van. Amit mondtál, hogy a nyilvános WC, stb. Meleg konyha, ezek voltak az elvárások. Mi az, amit még ti hozzátettetek? Hát azt mondom, amit meg kell tartani a dekorát, hogy legyen hangulata ennek, ami úgy tűnik, hogy sikerült is a visszajelzések alapján, tehát sok pozitív visszajelzést kapunk. Nagy változatot szeretünk volna a sörből, borból, töményekből. Az étnap egy kicsit szűkebb, de annál változatosabb, és próbáltunk egyedi ételeket összehozni, különböző környékbeli gazdálkodásokból, manufaktúrából, úgyhogy szerintem nagyjából sikerült is. Egy rengeteg ötlettel elképzelés van még, amit igyekszünk megvalósítani, de hát még most indultunk 2 hete. Ami korábban ott volt, nem elvitatva annak a helynek a egyébként népszerűségét, meg esetleg a létjogosultságát, az egy ilyen, jól emlékszem, egy ilyen klasszikus, sörpados, ilyen egyszerűbb helynek volt mondható. A tietek az most mennyivel mondjuk azt ilyen hülyén mondva, hogy dizájnosabb, mennyivel vagy jobban megcsinálva olyan értelemben, hogy mennyivel trendibb, modernebb, menőbb? Bár most nyilván te azt fogod mondani, hogy menőbb, de hogy kell elképzelni ezt, aki még nem járt ott? Igazából azt mondom, a tér megújult, ugye ez a legújabb tér, azt mondom, nagyon szép, tehát szökőkút beindult, a játszótér föl lett újítva, és próbáltunk ehhez igazodva egy-egy igényes a helyet létrehozni, de nyilván ez elvárás volt a város részéről, és mondom, még szépen, még egy-két dolog hiányzik, még a dekoráció, vagy fotófa, vagy épp ma üzemeltünk meg plusz 2 tévét még az elbírói béldöntő miatt, úgyhogy még folyamatosan mondom, nagyon sokat teendő, de már is egyszer lehetett volna nyitni, így csúszásban voltunk, és most még próbáljuk utolérni magunkat, úgyhogy még folyamatosan szépünk, tudom mondani. Oké, én már jártam nálatok, ugye azt elmondhatjuk, hogy maga a pult, ahol ott kiszolgálás zajlik, az egy bárka, vagy egy ilyen hajó alakú. Ez a bárka név, ez honnan jött, vagy ez direkt ilyen volt, hogy így? Pedig tényleg azt mondja, hogy becézés. Hülye vagy. Igazából ez a szegedi híres bárkaépítők, a régi szegedi híres bőgős bárka miatt lett ez a pult ilyen. Ez is a bárka ötlete volt. Mi próbáltuk ezt úgy megosztani, hogy tényleg hajóformája legyen, sőt, hajóépítők csinálták, vagy készítették ezt a bárpultot, úgyhogy ezért van ez a pult így kialakítva. Sőt, már lassan kicsinek is tűnik a pult, ezért meg külön egy plusz pultot álltunk fel hétvégén, meg gondolkodunk abban, hogy termetesítsük még jobban, mert hál' Istennek van forgalom. Ti egy ilyen szerencsés eset vagytok már, hogy a híd alatt van a dolog, tehát hogyha véletlenül mondjuk elkezd valami nyári zápor van, akkor se áznak el a népek, tehát hogy így. Ez egy elég jó. Ott viszont láttam boxokat is, tehát úgy is lehet foglalni nálatok mondjuk, sőt, lehet, hogy talán érdemes is az utóbbi időben, ahol én voltam, hogy ott az egészen sokan vannak. Igen, sajnos, vagy hát nem sajnos, azt, hogy honnan nézzük, a foglalás a bajban, mert 250 ülőhelyünk van, és például most szombatra már keddest elfogytak a helyet. A keddest igen, lefoglalta minden ilyen szombatra, és kellemetlen hívnak barátok, hívnak ismerősök, jelentkeznek sokan, és nem tudjuk őket fogadni. Úgyhogy hogy ez valamilyen módon szerencsés is, de és bővölni már nem nagyon tudunk. 2 percben nem tudunk menni itt a
nincsenek lehetőségek. Itt a választék. De... Igen, ja, bocsánat, fejezd be, akkor nem szólok bele. Nem, ennyi. Itt a választékban én láttam ilyen csapolt Guinness, meg egy-kettő olyan extrábat, ami így nem különösebben van Szegeden. Nem egy sörgyárral szerződtünk le, van 12 volt a csapolcsörünk, elég széles választék, borból is azt mondom, hogy az átlagosnak szélesebb a választék, hát megpróbáltuk töményekbe is azért sok mindent betenni a italapra. Ha már választék és ital, akkor viszont meleg konyha és étel. Nyilván ott van mellettetek a Roosevelt-téri halászcsárda, úgyhogy én nem gondolnám, hogy halászlével próbálkoztok, de lehet persze. De lehet persze. Hogy néz ki a menü, az étlap? Mi az, ami esetleg a gerincét képezi ennek? Miben gondolkodtok? Milyen jellegű ételekben? Mire lehet számítani? Ki az, aki nálatok ért? Ha én enni szeretnék, akkor mire számítotok, és ki az, aki leginkább hozzátok kell, hogy menjen, mert ott megtalálja a számítását. Ne lepődj meg, Norbi, mindig ilyen nehezen kérdez. Hát, fáradt vagy. Szerintem nem olyan konkurencia a halászcsárdának, itt sorolhatnám az étlapot, én tudok ajánlani, hogy valaki ide betér hozzánk, még bővíteni fogunk rajta egy kicsikét, illetve próbálunk rámenni inkább már a reggelire, az ebédidőre, reggelisztetés, meg hálásnak a konyhát is érik. Egyébként a pozitív visszajelzés ez irányba is. És hogy hát most sorolom, Csevaktól, a haltepertőig, a hektől, a szőrkolbászig, ami különleges, a sajtálunk, illetve a bárka ízdelítő nevű tálunk, ami tényleg ilyen minőségi ételekből van. De lesz csovatfagyink, van nachos, lesz smoothie, úgyhogy vannak ékrémek, úgyhogy próbál minden család is kutyabarát lenni, megtudom a gyerekeseket, a fiatalokat, meg hát mondom, napközben is kiszolgálni, aki ide betér hozzánk. Oké, az esti nyitvatartás az nálatok hogy alakult most, hogy már nincs éjféltől kijárási? Meddig lehettek nyitva, vagy meddig vagytok nyitva? Most már hétköznap 2-ig, péntek szobat pedig 3-ig vagyunk nyitva, minden nap reggel 8 órától. Akkor elég hosszú nyitvatartás. Mennyire szezonális ez a dolog? Tehát, hogy kell elképzelni titeket? Mondjuk valamikor szeptember végén, október környékén bezártak, és akkor majd a következő év április-májusában újra kinyitottok? Vagy van arra lehetőség, hogy esetleg a hidegebb hónapokban is valahogy létezzen ott az a hely? Hát az a terv, hogy nem zárunk be. Illetve bezárunk csak egy pár napra. Télésten szeretnénk egy dekoráció, egy profilváltással átvészen a téli időszakot, és melegedőt létrehozni, beszedni a helynek a felét, más felében pedig ilyen aztán a kenyérlángos, forralbor, puncs, hasonló dolgokkal készülni a téli hónapokra. Mikulás ilyen kis karácsonyi, hát ilyen kis karácsonyi hangot szeretnénk ide szerintem. Forralbor, aha. Nem rossz az. Okay. No, hát ez jó hangzik, és hát akkor nyilván hozzájárultok ti is majd talán ahhoz, amit mi most itt így újra szeretnénk elképzelni, meg megélni majd a Stefánia környékén, hogy újra felpesdül az élet, és egy ilyen szegedi buli negyedszerű dolog alakul ki ott. Köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad nekünk, és akkor hát kíváncsian várjuk a folytatásnak. Jó munkát, meg akkor hajrá. Én is köszönöm, várom benneteket szeretettel. Minden jó, köszönjük hello. Szépen, okay. Szevasz, csau, csau, csau. Köszönjük. No hát, Bodó Attila a bárkától. Az igazság, hogy ugye én már voltam a bárkában, és egyébként úgy néz ki, hogyha az ilyen falakban, tehát ez egy zárt helyen lenne, akkor úgy néz neki, mint egy ilyen tök menő valami bár. És így viszont nem úgy néz. Nem, hanem hogy önmagában tudod furcsa az, hogy amit te is mondtál, hogy általában az szokott lenni, hogy van egy ilyen sörpados valami kitelep nyáron, és akkor ott leülnek az emberek, és akkor megisznek egy sört, és akkor stb. Hanem, hogy ez úgy néz ki, mint a Ruxbury, a híres filmből, hogy ugye az utca lenne bent, és bent a kint a fordítva. Tehát, hogy az utcán van egy ilyen, mert egy ilyen klub. Szóval ez az, hogyha valaki ott elmegy a híd alatt, és így benéz, és akkor itt egy klub, csak nincs fala. Uh-huh. Tehát, hogy tehát ilyen szépen megvan, csak most nyilván nem akarunk itt reklámot csinálni neki, de hogy érdemes de arra elmenni. De olyan arra formában, elmenni. Hogy érdemes elmenni. Hát Szeged, most az egy Szeged podcast, érted? Hát egy van, dolog a városban, persze. Már ahogy Ati is elmondta, ott már most szombatra nincs, vagy kedden már nem voltak hónapra jegyek. Tehát, hogy, helyek. Hát megértem, mert BL döntő lesz hónap este, úgyhogy sokan szeretnék ezt szerintem a városban megnézni.
Kíváncsi leszek. Maradni. Hány órakor van az? A BL döntő? Hát szerintem 9-kor kezdődik. Este 9. Hát figyelj, két angol csapat játszik, a Chelsea meg a Manchester City. Tényleg? Egyik sem a kedvencem, finoman szólva, de mivel Pep Guardiolát viszont istenként tisztelem, ezért hát én a Manchester Citynek szurkolok. De egyébként szerintem tisztességes ember az angol csapatok közül a Manchester Unitednek szurkol, de hát na mindegy. Én meg... borzalmasan kellemetlenül érzem magam, mert azt se tudom. Esetleg a Liverpoolnak, hanem a Manchester Unitednek, de hogy a Citynek, vagy a Chelsea-nek, azok lehet, nem lehet a Chelsea-nek szurkolni. Jó, Kovács 12 melyikbe játszik? Kovács 12? Ha azt nem a Chelsea-be, ott tudom elképzelni. Nem, hát szóval nem. Tehát tényleg elnézést minden Chelsea szurkolótól, de sajnálom, srácok, a Chelsea nem jó csapat. Mindegy. A lényeg az, hogy hónap BL döntő van, és hát ezért tele lesz a város szerintem. Oké, na megkérdezzük, hogy a Várkertben mi a helyzet. Hogy ott van, lesz a kivetítő BL-t nézni, vagy nem engedtek oda a múzeum miatt? Ja, hát ez meg egy jó kérdés. Ott azért elég sok mindent be kell tartani. Van ott egy kőtár, meg egyébként. Na, mindjárt megkérdezzük. Domonkos Martint hívjuk. Martin? Máté? Nem. Na tessék, megkérdezzük meg tőle, hogy hívjuk. Én nekem Mátét minden mondtam. Martin. Akkor Martin én vagyok a hülye, bocsánat. Mondjuk ez nem meglepő. Szia, Gedzó, üdvözlöm a hallgatókat. Hello, itt van Kovácsom Norbi, szevasz. Hello. Azt nem mondtuk, hogy te milyen funkciósan, te üzletvezető vagy? Üzletvezető vagyok a Várkertben. Na, tökéletes, akkor nem is lőttem nagyon mellé. Oké, nálatok hogy lesz, mert most közben itt óriás beszélgetésben voltunk BL döntő ügyekben, ugye ez szombaton lesz, az nektek ott ki lehet ott vetíteni műemlékileg, lehet ott bármit ilyet nektek csinálni, vagy nem? Csak a kövekre lehet vetíteni, mi vagy hova? Készülünk? Nem, mi úgy készültünk a meccsvetítésre, hogy 3 darab tévét kirakunk, meg lesz egy óriás kivetítmény, ami mindig a főmeccs fog menni, és végig fogjuk vetíteni az egy hónapon keresztül a meccseket. Ja, de hogy ez már az EB, holnap viszont egy BL döntőt még azért lejátszanak itt a Chelsea meg a Manchester City. Arra készültek el, vagy ez még nem nincs? Az a Várkertben nem, viszont a kampuszban az is lesz vetítve a tévén. Aha. Igen, azt azért ne felejtsük, hogy nektek több helyet. Igen, mert mondjuk, hogy nektek több helyetek is van a városban, és az egyik a kampusz. Igen, a kampuszban is várunk mindenkit szeretettel. Oké, Várkert, ott ugye egyrészt régen volt ott valami, több ilyen valami volt. Ti viszont a lejtőt vittétek, ami a múzeum mellett van, és akkor ergo a lejtő költözött a Várkertbe, jó mondom? Igen. Ez úgy volt, hogy nekünk mindig fontos volt, hogy a vendéglátásban akkor tudunk életképesek maradni, hogyha mindig megújulunk. A Várkertet szerintünk nagyon szépen felújították, megoldották azt is, hogy akadálymentesítették a Stefánia felüli bejáratot, és ezért döntöttünk úgy, hogy akkor beköltözünk a Várkertbe. Felújított vécék, felújított hely, új külső, megújulva nagyobb a területünk, úgyhogy mindenkit ott tudunk szeretettel várni. Na, ez a nagyobb terület, ez én már ugye jártam ott is. Ez Istenem, nem most, hogy én állandóan kocsmába járok. Okay, azt szóval mindig nekem mondod, itt minden adásban engem próbálsz, hogy dehonestálni. De csak magyarázom, én meg el is megyek a helyekre. Ja, értem. Szóval, hogy mennyien tudnak ott leülni, mennyien fértek ott el a Várkertben? Úgy van kirakva, hogy kiraktunk 50 sörpadot, és ezen kívül még vannak könyöklők, és amit még te se láthattál, mert az jövő hét csütörtökön fog megnyitni, most lesz kész, csináltunk egy ilyen borbódét, egy ilyen borteraszt, amiben 45 féle borunk lesz, 22 féle borvidékről, villányból, Texárról, Egernyi, Badacsony, Tokaj beleértve. Az nem magzik rosszul. Akkor egy mini borfesztivált le lehet ott nyomni, aki esetleg... Egy mini borfesztivált megtartunk, könyöklők ki, a hangulat meg lesz, az garantáljuk. Van előzménye tényleg az elmúlt mondjuk legalább egy évtizedben, vagy talán kicsit többen is a Várkertben lévő szórakozásoknak, hogy ilyen hülyén fogalmazzak? Ugye régen mi csináltuk a diszkót, így csak van. Utána elkezdték a múzeumnak a felújítását, meg a Várkertet is, igen. És az most lett kész, és ezért gondoltuk arra, hogy oda beköltözünk. Viszont a múzeumot, ahogy föltárták, amikor befejeztük a diszkót, ott most a képek ki is vannak rakva, illetve a római kortól kezdve ki vannak rakva a kőtárba, amit bármikor meg lehet nézni a műemlék Szegedhez kapcsolódó építészet történeti korok. Aha, na most, és nyilván volt egy olyan időszak is, amikor nem ti csináltátok a Várkertet, hanem emlékeim szerint a Grand Café. Na most, igen. Az egy egészen más hangulatú dolog volt, ott koncertek is voltak, mondjuk azt így ilyen hülyén fogom, az alternatívabb jellegű koncertek, bulik voltak, mondjuk zenei téren. Meg nem is tudom, egyéb programok is voltak.
a városban megosztanak a vélemények, hogy kinek melyik tetszett jobban, nyilván ez ízlés kérdés ezen a szinten. Ti készültök-e most újra valami hasonlóval? Lesznek-e, lehetnek-e ott koncertek? Lesz-e diszkó? Lehet-e egyáltalán bármilyen fajta zeneszolgáltatás olyan formában, hogy esetleg nem az, hogy ti elindítotok egy Spotify playlistet, ezt sem lehet kimondani ezt a kifejezést, szóval, hogy vagy esetleg ott egy DJ fog játszani, vagy bármi ilyesmi, nem tudom, élő zene, két gitáros játsz, meg egy kongás, vagy bármi. Szóval ilyen esmi lesz-e? Mindenféleképp, ugye egyelőre követjük, hogy mik a jogszabályok, mikor csinálhatunk meg, hogy mindenki bejöhessen. Ezért első még zenésztán sem rendezvényeket nem akarunk tartani, viszont DJ-kkel készülni fogunk mindenféleképp a hétvégékre, egy ilyen háttérhangulatot biztosítva. Tehát akkor nem elsősorban tánc, hanem inkább ilyen lounge-os, gondolom ilyen... Hát igen, inkább egy ilyen jó háttérzen, egy jó hangulatú estére. Ti hogy álltok most nyitvatartással? Mert ugye múlt héten már megszüntették ezt az év, tehát a kijárási mutatványt. Ti meddig vagytok, meddig lehettek nyitva? Mi úgy vagyunk, hogy délután 5-kor nyitjuk ki a kapuinkat. Két bejáratunk is van, ezt nem mindenki szokta tudni. A Tisza felől lehet bejönni, illetve be lehet jönni a Stefánia felől is. És a Stefánia felől van tehermentesítve. Teljesen úgy jött a kerekesszékesket, tiszteletettel várjuk arról. És mi úgy van, hogy hajnal 2-ig szokunk nyitva lenni. Illetve van egy Facebook oldal a Várkert Bizgárdán. Azt, ha követik a hallgatók, vagy akárki, akkor ott mindig ki szoktuk írni, hogyha rossz idő esetén véletlenül korlátozott nyitvatartásunk van, de amikor ilyen jó idő van, mint a mai, akkor délután 5-től hajnal 2-ig mindenkit várunk szeretettel. Uh-huh. És akkor ez az ötös nyitás, ez a Várkert Múzeum miatt van ötös, vagy ez... Igen, mert délelőtt szoktak tartani tárlatvezetéseket, aha, illetve akkor jönnek a múzeumlátogatók, viszont amikor 5-kor kinyitunk, akkor még szabadon végignézheti a belső udvar részi főtárat. Na, hát, tehát akkor végül is el lehet menni egy estét kellemesen eltölteni, iszogatni, meg egy kicsit kulturálódni is. Viszont mondtad, hogy hajnal 2-ig vagytok nyitva, ez minden napra értendő, tehát akár egy szerdán is az hajnal 2 így a nyáron, vagy máskor is. Igen, az idő, ahogy engedi, mi hajnal 2-ig ott vagyunk, és az van hangulatot garantáljuk. Ha jól tudom, akkor erre az ottani vendéglátó helynek az üzemeltetésére pályázni kellett talán, ha jól tudom. Igen, A pályázatot ti megnyertétek, mennyi időre szól ez, igen, meddig üzemeltethetitek, meddig tervezhettek, és ha ez megvan, tudjátok, nyilván tudjátok, akkor meddig terveztek? Tehát, hogy mik a hosszú, rövidtávú terveitek? A rövidtávú tervünk az volt, hogy úgy egyeztünk meg, hogy ez az év biztos, mivel a lejtőnek ugye egy éves szerződése még volt, és azt mondták, hogy utána viszont újra tárgyaljuk, és valószínűleg továbbra is folytathatjuk a munkát a Várkertbe. Oké, és akkor mennyire vagytok ti szezonálisak? Tehát az, hogy, mert ugye terasz mégiscsak, hogy mondjuk esetleg ti is valami melegedőkkel, mondjuk ősszel valami másik kínálattal. Egyelőre ez még nincs terve, hogy téliesíteni, viszont ameddig az idő engedi, tervénk szerint szeptember környékéig mi nyitva leszünk biztosan. És akkor, hogyha ez működik, akkor lehet, hogy még a következő szezonra már mondjuk talán addigra a koronavírus járványnak az ilyenfajta bizonytalanságaitól, meg mindenféle korlátozásaitól is megszabadulunk, akkor már mondjuk lehetséges az, hogy készültök egyéb programokkal is, tehát mondjuk koncertekkel, nem tudom, felolvasó este, vagy bármi. Ezekkel mindenféleképpen mindig rajta vagyunk, hogy mindig megújjunk, mindig tudjunk valami újat hozni, úgyhogy ezek mindig terve vannak, ahogy engedi a korlátozásuk, vagy a feloldásuk, azonnal mi lépünk, és akkor mindig hozunk valami újat. De akkor normál esetben lehet? Tehát akkor egyébként a város, vagy nem is tudom, hogy kinek kell pályázni, mert ugye a múzeumhoz, tehát a múzeumhoz tartozik, ugye a Várkert. Tehát, hogy engedi azt mondjuk, hogy ott szórakozó hely működjön? Mert ha emlékeim szerint azért ezzel voltak annak idején problémák, hogy nem mindenkinek tetszett az, hogy egy múzeum jellegű épületben koncertek vagy esetleg mondjuk diszkó van, de akkor, ha jól értem, akkor erre kaptatok úgymond engedélyt, hogyha egyébként a korlátozások megengedik, majd akkor ti ott akár egy diszkót csináljatok? Diszkót semmiféleképpen nem szeretnénk, meg szeretnénk maradni egyelőre mindenféleképpen sörterasznak is, a borpavilonnal, fröccsterasznak is, nem szeretnénk egyelőre diszkót, viszont DJ-ket szeretnénk hívni, hogy a hangulat jobb legyen. Aha, értem. De diszkót nem szeretnénk. Tehát olyat, mint amit régen csináltatok, az, hogy táncolnak emberek, és egy DJ játszik egész este, és belépő, és a többi olyan nem lesz. Most nem ez a koncepciónk. Oké. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondtad, és akkor... Akkor Facebookot kell csekkolni, hogy éppen ja, hogy van időjárás Facebook és egyebek. Facebook napokban mindig kirakjuk, hogyha véletlen rossz az időjárás, nem biztos benne valaki, hogy nyitva vagyunk, nem vagyunk, megnézi a Facebookon a napunkat,
és mindig kirakjuk az aktuálisat, úgy mindig frissülünk, akciókat ki szoktuk rakni, úgyhogy ott mindent találnak. De hogyha véletlen valami nem tiszta, nyugodtan írnak nekünk, amint lehet válaszolunk meg bárkinek szívesen. Of course, oké. Okay. Köszönjük, hogy ezeket elmondtad. Sok sikert, minden jó. Jó szezont. Várunk teket szeretettel. Sziasztok. Oké, köszönjük szépen. Ciao, ciao, ciao. Figyelj, csináljunk még pár ilyen adást, ahányan mondják már nekünk, hogy várnak minket szeretettel, bejárjuk az egész város, csak aztán lehet, hogy utána egy adás kimarad. Jó, na, jó. Hát figyelj, és akkor ugye, ami még megnyílt ott, azt azért mondjuk el, hát ezt azért, akik kicsit idősebbek hallgatóink, azért mindenek biztosan tudják, volt ott valaha egy Kisbajor nevű hely, és hát... hát a Kisbajor az a pincébe volt. Ilyet így van, de hogy itt lehet a legjobban belülni. Volt ott egy ilyen rejtett pince, ezt én imádtam gyerekkoromban nézegetni, hogy azt, ha lecsukják, akkor nincs ott, ha felnyitják, akkor ott van. A járda szintjében. És hát lementünk, és hát mindenki, az egész város tudja, aki akkor volt annyi idős, amennyi, Ibi néni ott várta a szegedi fiatalságot a mindenféle borzalmasabbnál borzalmasabb alkoholokkal. Rettenetes védékákat is volt, arra emlékszek, 17-8 éves kölökkoromban. De Ibi néni számlájára kell írni, hogy azért odafigyelt. Tehát ilyen kicsit ilyen tyúkanyóként azért ő figyelt arra, hogy jó van, te már eleget ittál, neked már nem adok. Tehát azért ez megvolt, és az nem feltétlenül volt baj, hogy az ilyen 10 éves kölkök beszabadultak, hogy 17-8-9, akik még azért csak így tanulják, hogy kell inni. Történik ez 90-es évek közepe. Ja, összenyakalnak mindent, amit el lehet képzelni, és akkor tehát sugárba hánynak, de hogy meg kívánnak, mint az állat, és anyuka, apuka otthon aggódnak megállás nélkül, és hát ez egy olyan hely volt, ahol ott volt Ibi néni, és tényleg ő benne meg volt az, hogy azt mondta, hogy na nem. Tehát olyan állapot, túlságosan körülítjük a helyet. Igen. Szóval, na, hogy a lényeg az, hogy ott van, bajor, ahol van, igen, ott volt fölött. Hát fölötte az a sarki épület részt, azt ott megszerezte, megvásárolta, vagy kibérelte. Hát mondjuk azt, hogy elég jól ismert brand márka a magyar alkoholfogyasztás, nem is tudom, hát ilyen göröngyös mezején. Tibi atya és csodálatos. Szóval Tibi atya és baráti köre, de hát ők ott valami összerúgták a port, nem is tudom mi volt, pontosan ebben nem mélyedtem el. Tibi atya az mostanában ilyen közéleti megmondó ember lesz, vagy lett, de minek. Ezt én nem bírtam még megfejteni. Ellenben másik társ, nem tudom, ő ezt a Humbák földe borkápolna, bor, nem tudom, mindenféle bordolgot viszi tovább. Volt már egy szegedi próbálkozás a Kölcsey utcában. De azt szerintem az a másik. Igen, amiről én annyira emlékszek, nem azért, mert annyira részeg voltam, hanem azért, mert csak egyszer voltam ott, hogy bementem, és mindenhova ilyen kréta rajzok voltak a falon, és krétával voltak felírva. Egyértelműen olyan idézetek, amiből egy perc alatt leszűrtett, hogy ez teljesen az egyetemista közönségre van belőve ez a hely. Egyetlen idézetre emlékszek, hogy ez a Tibi atya mondás, hogy 6 évig jártam egyetemre, ebből 3 évig ki voltam rúgva, 3 évig meg be. És akkor ilyen színvonalon, meg ilyen szinten ment ez a dolog. Arra volt ez ráva, hogy fiatalok, igyatok. Na most ehhez képest van ez most ez a hely, ez az új hely, a vásörözővel szembe, és lényegében 4,5 méterre, vagy jó, 14,5 méterre a korábbi lejtőtől, ott a másik oldalon. És ez a borkápolna nevű történet. Van ennek egy kisebb terasza, nem is annyira kicsi, de azért mégsem ott az a járdán van. Tehát olyan, 6-8 asztal. Hát körülbelül, nem tudom, 20-25 ember biztos le tud oda ülni. És van egy belső rész, ahol mi már Gedzóval egyszer benéztünk, és valami egészen elképesztő, nem is tudom, hogy hát tényleg freskók a falon, meg a mennyezeten, meg minden. Na most ez nyilván ilyen poénra vett történet. Van bent gyóntatófülke, és mindenek gyertyák égnek, és minden ennek megfelelő dolog. De például van egy nagy terem, amiben zenegép van. Ez a klasszikus lapozgatós CD-táros zenegép. Tehát tényleg visszahozza ezt a 2000-es évek, meg 90-es évek hangulatát a hely bizonyos szempontból. Ibinén én nem hiszem, hogy már ott lesz. Na most ez a hely is megnyílt ott. És ennek kapcsán raktuk mi össze a Gedzóval, hogy valójában annak idején, amikor ez egy szintén buli negyedként funkcionált ez a környék, akkor ez úgy nézett ki nagyjából, hogy lényegében a Roosevelt-i halászcsaládtól el lehetett indulni egy tisztességes vacsorával, halászni, stb. Ott volt aztán utána szintén... Sőt, ugye... hát már Isten igazából a vendéglője a régi itthoz
így szint van. Akár. Tehát, hogyha valaki halat avatt, akkor emit, a mást igen. akkor emit. Igen, így van, és aztán így pontosan, és aztán onnantól kezdve utána a híd lábánál lehetett, hogy a híd alatt lehetett nem tudom, sörözgetni, aztán tovább mehetett az ember a múzeum mellé ugye a lejtő, aztán le a várkertbe, ahol éppen az üzemeltetőnek megfelelően vagy diszkó volt, vagy nem tudom, akár koncert, mondjuk egy rockkoncert, vagy bármi ilyesmi, és aztán utána meg kicsit tovább menve, hát aztán meg ott volt a Hungi, vele lényegében egy vonalban csak lenne a Tiszán, ott van a Dok, és akkor még mellé ugye vehetjük a belvárosi mozi és a színház közötti teret, a Vaszi Viktor tér, ahol mindig volt valamilyen terasz, működött legalább egy, hanem kettő, ugye étterem és... mellette és, a mozinak. Mellette igen, a mozinak. Tehát meg volt ez, és akkor még ugye ott van a Vár utcában a vársöröző. Szóval, hogy mit? Szóval, hogy ez a... Igen, ez a hely, Grand Café, igen, fönt a Grand Café, így van. Tehát ez a hely azért, ez a környék azért elég jó be lehetett lakni, és hogyha az ember elég gyorsan megtalált, hogy hova lehetett elmenni, hogyha egyik hely nem tetszett, ment a másikba. De ez a könyvtárban nem tudnánk, hogy merre van azért balzakot, hol keressük. Ne, tudod, tudom, mint eszembe ma osztotta meg valaki a Facebookon, és az nagyon tetszett, hogy azért az oltás ellenesektől azt még nem hallottam, hogy azon háborogtak van, hogy a könyvtárban nem lehet bemenni. Tehát, hogy a védettségi kártya miatt. Na szóval, hogy igen, és nekem ez azt hozta vissza, amit, hogyha valaki járt már biztos a hallgatók között sokan Pesten a klasszik buli negyed, Király utca és környéke, akkor azért ugye ott az egyik legvonzóbb dolog ebben, vagy volt valaha, Gosdúdvar és többiek, hogy ott egyik helyből tényleg mehetti át a másikba, még akár zene is szólt, DJ is volt, minden volt, és sehol nem volt belépő, sehol nem volt klasszikusan az, ha csak nem a dobozba mentél le, hogy be kellett fizetned, mit tudom én, belépőt, hanem ide mentél, oda mentél, itt szórakoztál, ott szórakoztál, egy este 6-8 helyet 10-et is bejárhattál, mert nem volt ezekre a helyekre belépő, de lehetett fogyasztani, közben esetleg valami zene, akármi DJ, zenekar, valami volt. És egy kicsit ez alakult ki Szegeden is ezen a környéken, hiszen a Grand Café is, amikor működött, akkor koncertek, mármint hogy úgy működött, hogy nem a lent volt ugye a Várkertbe, akkor koncerteket szervezett, azok általában egy más típusú zenei stílust hozott, mint amit egyébként az összes többi, tehát szerintem az ott színesítette a dolgot. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy baromi jó ilyen, ha elhívtál mondjuk ide vidéki ismerőseidet, akkor hogyha azt akartad megmutatni, hogy ez a város pezseg, az éjszaka élet, akkor meg a nyári este, akkor oda kellett elvinni. És oda elvihetted azért, mondom, mert a Roosevelt-i halálcsáradtól indulunk, elvihetted a kisgyerekes családokat is, akár egy kora este, és aztán utána meg nyilván a fiatalok átcsaphattak, vagy elvitték haza a gyereket a nagymamához, akkor folytathatták az éjszakát. Na most ez kezd újra kialakulni szerintem. Mi a Gedzóval azt beszéltük, hogy elég valószínű, hogy például a lejtőnek a szerepét jó be fogja tudni tölteni ez a Humbákfölde Borkápolna történet. Majd kíváncsi ezek a várra, miféle konkurenciaharcba kezdenek majd, de ez a fogyasztónak nekünk csak jó, szerintem. Úgyhogy én bízom benne, és köszönhetően ugye a Bárkának is, meg az újonnan megnyitó Várkertnek, ahova lényegében a idézőben valódi lejtő került le, és ugye hát ugyanúgy működnek, most már meg is nyitnak a Hungi, a Dok. Hungi már lesz, a múlt... Ma este lesz az első buli. A Hungiba? Aha. A múlt héten volt? Nem, ma este lesz szerintem az első. Olyan, ami buli. Tehát, hogy azért a terasz már nyitva volt a terasz. Mert azt tudom, hogy a Dok az viszont az is ezen a hétvégén nyit, ha jól tudom. Több ismerősen mondta, hogy de várják már, hogy menjenek. Az a baj, hogy ez már én sajnos már kinőttem. Nem az a baj, tehát nem a Dokkal van a baj, ja, hanem megöregedtünk. Nagyon fiatalok járnak oda, igen. Rossz ezt kimondani, tehát, hogy megöregedtünk. Igen, onda nagyon fiatalok járnak. Bocsánat. Meg hát én még úgy vagyok vele, hogy én majd még csak a jövő héten kapom meg a Pfizer második sattyát, hát úgyhogy én még nem megyek ilyen helyekre. Tehát ennyire tömegbe én még nem merek bemenni. Majd amikor megkaptam a másodikat, és még utána eltelik legalább 2-3 hét, akkor, tehát én úgy számolok, hogy egy olyan jó június végén már megtolhatom ezt az éjszakázást, de nem hisz, én most annyira nem, és ez nekem, én még abban vagyok, hogy én ezzel a járványidőszakot elkényelmesedtem, és én most el vagyok így. Úgyhogy ezekkel a sörözős, borozós, teraszos helyekkel én tökéletesen meg vagyok elégedve, működjön a belvárosi mozi mellé, legyenek jó filmek, legyenek jó helyek, ahol lehet jókat enni, inni, és akkor szerintem meg vagyunk. Jó ez a, meg hát a szegedi este hangulata
szerintem külön illata van a szegedi nyárestének, amit én imádok, és nekem csak ez kell. Én most a diszkót, senkit nem akarok lebeszélni, de most igen, én is valószínűleg megöregettem. Annyira a diszkót most én nem vágyok de rá. De egyébként ezt szerintem tök normális. De aztán lehet, hogy még csak egy párszor meg fogjuk tolni. Szerintem ez tök normális, hogy az ember egy idő után eljön arra a szintre, amikor inkább leül és megiszik egy pohár bort vagy egy sört, a barátaival beszélget, az elnyúlik egy valameddig, és akkor, tehát hogy nem feltétlenül kell hangos zenét. Hát hogy ne, pláne úgy, hogy én nem titkolom, én az elmúlt 3-4 évben szerintem a második tinédzserkoromat éltem le itt Szegeden, sőt, valójában az elsőt, mert amikor én tinédzser voltam, akkor javarész Budapestre jártam szórakozni, és tényleg meg volt az a jó pár év, amikor ha Pestre elmentem bármilyen szórakozó helyre, ami abban a zenei stílusokban mozgott, ahova én szerettem járni, akkor biztosan találtam ismerőst, anélkül, hogy bárkivel összebeszéltem volna. Ha viszont ugyanakkor egy szegedi szórakozó helyre mentem volna el, ez a 2000-es évek elején, akkor senki. Tehát akkor ott szinte senki nem, mert én akkor nem ide jártam. És aztán utána később... Ez konkrétan senkit nem érdekel. Nem, ezzel azt akarom mondani, hogy én most aztán éltem egy második ilyen tinédzser koromat itt az elmúlt években, és most épp ott megint, én most ott tartok, hogy annyira nem. De azért azt gondolom, hogy ebben a városban azért tényleg megvan a lehetősége mindenkinek. Aki 16-tól, nem tudom, 45-ig, 50-ig el akar menni szórakozni, az tud hova menni. Nyilván lehetne még, ja, és akkor nem mondtuk egyébként, Stefánián ott van a rockklub is, hello, tehát hogyha valaki esetleg másik igen, vonalon mozog, akkor a rockklubba is le tud menni. Úgyhogy igazából lehet itt hova menni, meg mit csinálni, és azoknak is, akik mondjuk esetleg megtolták már egyszer a tinédzserkorukat, vagy fiatalkorukat, és most esetleg újra mennének. Tudod hány olyan, de hát biztos tudod, hány olyan anyuka van például, aki mondjuk, de tényleg, aki mondjuk már szült egy-két gyereket, nem tudom, a kicsit már felnőttek, már 5-6-7-8 évesek, ott lehet hagyni őket nagymamánál hosszabb időre, stb. És úgy újra elmennének egyet táncolni. Nem azért, mert most mit tudom én, újra férfit akarnak fogni, vagy ilyesmi, vagy apuka fordítva, hanem csak egyszerűen táncolni, szórakozni. Hiszen mondjuk 38 évesen miért ne? Tehát vagy 42-43, tehát hogy hát azért mondom, vagy akármint. És akkor még tovább mehetnénk idősebbeknek annak idején, még ugye a Tisza River is kínált egészen jó programokat. Volt ott mindenféle, nem is tudom, még ilyen, minek ez a line dance, mi azt mondja, hogy hívják magyarul? Line dance-nek hívják. Line dance-nek hívják magyarul is? Vonaltánc. Vonaltánc. Szóval ilyen line dance estek is voltak, meg egyebek, meg élő zene, meg stb. Úgyhogy jó, én tényleg azt mondom, hogy lehet ebbe a városba szórakozni, aki akar. Jó, aki további információkat szeretne, nyugodtan írjon a Norbira, egy 6-7 órán keresztül folyamatosan tud erről beszélni. Apropó írás. Remélem mindenki nagyon odafigyelt arra, hogy... Lehakítom a Norbit közben. Sziasztok, jövő héten találkozom. Na szóval remélem mindenki odafigyelt arra, hogy Nagy Sándor alpolgármester elmondta, hogy info@szegedváros.hu. Aki szeretne írni a városnak, ügyes bajos dolga van, érdeklődik az önkormányzatnál, odaírjon. Az info@szeged.hu az a szeged.hu szerkesztőségének az e-mail címe. Úgyhogy ezt jó jegyezze meg mindenki, a info@szeged.hu-ra az írjon, aki a szeged.hu szerkesztőségének szeretne írni, az info@szegedváros.hu-ra pedig az írjon, aki a városnak, az önkormányzatnak szeretne írni. Norbi miatt bármelyikre. Köszönöm szépen a figyelmet. Nem, ezt csak azért mondom, mert tudod, hány levelet kapunk. Persze, mi vagyunk azok, akiknek egyébként a kicsit fura a neve ilyen szempontból, de hát na, tessék megjegyezni, és mindenki tudja, engem meg lehet zaklatni a Facebookon privátban. Hú. Na, hát ez volt már a Szeged Podcast. Reméljük, hogy... Mindenki túlélte. Igen. Gedzomát túlélte. Én már nem, menjek iszok egy sört. Mindenkinek további kellemes hétvégét. Szevasztok, kellemes hétvégét. Hello.